Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 11 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Hello. Jó vagy. Bújék, mindenkinek nagyon boldog 2012-t kívánok. Ez még egy best of. Ez még egy hosszú best of. Udafurán szólunk. De hát majd ez biztos javul. Itt az ünnepek alatt kicsit elállítottunk. Hello. Ja, gyerekek, ennél nincs kiábrándítóbb, rájöttem, mint meghallgatni befelé, hogy mit kell csinálni kidobott fenyőfával, nem? Akkor jössz rá, hogy tényleg vége, akkor az FKF, ZRT, nem tudom, szóvivője Szűcs Bani elmondja, hogy nem komposztálunk, égetünk energiát, és nem tudom, mit csinálunk belőle, és akkor azt rájössz, hogy hát ez tényleg... Tényleg ez történt. Nekünk sajnos még az ünnepeknek. Nekünk még megvan sajnos, hogy ma van a bontás. Ott ácsorog. Igen. Mi egy picit korábban bontottunk, hogy elférjünk a szobában. De már, hogy most... már csak lebontva áldogál? De persze, ott áldogál kint a kuka mellett szegényke. Van egy nagy fenyőfánk az előkertben, ahol azt annak lehet nevezni, és ott van egy hatalmas nagy fenyőfa, és ott árválkodik mellette a kicsi. De azt egyszer kitettétek még 2006-ban? Igen, és gyökere tereztek. Csak úgy maradt. És akkor már díszek a dobozban. Nagy szegényke, igen? Persze, ott csupaszon, kopaszon. Lebontva már. Hát sokáig nem állított. Mert az a baj, hogy tényleg nem lehet elférni. Nem látták a filmet a tévében. Belógott a fal kicsit. Ja. Nekünk még áll, ott van még. Még megvan. Mi még nem komposztáljuk. Nem is lehet hozzáérni nálunk. Nem? Persze, meg lett fenyegetve Jézuska. Apa ugye nem viszi még el. Na, hozzányúsz, kereszt van. Igen, mert jó hangulata van egyébként, nem? Hogy ott áldogál, és akkor ott meg bekapcsolod még este, és akkor kicsit ott még úgy gondolkozol rajta, hogy milyen jó volt ez a pár hét. Nálunk a világ leggicsesebb fenyőfája született meg a Jézuska jóvoltából. A Jézuska helyi képviselője, anya elment vásárolni. Figyelj, olyanokat lehet kapni, még őrülsz. Ekkora, ez 40 centis szaloncukor, habból, hogy hívják, tudom, mi még ilyen habcsók. Nem habcsók, nem ehető, hanem ilyen púrhabból van valószínűleg kifújva, ki van faragva, várja, hát nem látszik, és le van festve lila-zöld aranyra. Jézusom, de szaloncukor formájú? És szaloncukor, van szaloncukor, meg van nagy szív, meg mit én, és mondom neki, hogy a béka Jézuska, nem, tehát, hogy neki van ízlése, ellentétben egy kicsit veled, most így szerintem, mert azt is nagyon jó lesz, hidd el, és egyébként tényleg a 80-as évek legszebb pillanatait idézi a karácsonyfánk, gyerekek így nézik minden reggel, nem hiszik el, hogy ennyire szép lehet valami, ennyire gyönyörű. Szaloncukrot lehették már róla? Nem? Nem is, nálunk nem jutott el odáig. Ja, nem került fel a fára. Éjszaka így vittem volna föl a kasztan, és hopp, már üres is. Nekünk nagyon gyorsan lehette valaki a fáról. Mi volt? Szalacukrot. Zserés vagy marcipános? Nem, várjál, mert a fondantos még 82-ből. Na, de hát ez jó, hát az újra hasznosítható, az jövőre is föl lehet tenni. Egyébként a mi karácsonyunk, pontosabban a karácsonyfa állításunk ebben az évben, illetve hát a múlt évben, olyan egyszerű volt, mint még soha. Én csodálkoztam rajta komolyan. Nekiálltam vadonati skandináv baltámmal, oda vittem a fúrót, oda vittem a talpat, és rákészültem, hogy na most másfél órán keresztül itt lesz a szenvedés, szokásos. A talpat értem, a baltát és a fúró az amit csinálsz, hogy fenyőfán. Olyan talpunk van, amiben van egy ilyen kis tüske, amit az aljába kell beleállítani a fának, hogy stabilizálja, ja. És akkor mindig megfúrom az alját, és akkor úgy ráállítom. A balta meg ugye az alsó ágak. Azt tiszta, igen. Na és akkor mondom, akkor kezdődik a szenvedés. Minden évben ugyanaz, ugye nagyon lelkesen odakészítek mindent, neki kezdek, még akkor türelmes vagyok, még akkor az ünnepek hangulat úgy bennem van, tele van, csordultik a szívem szerettel, és akkor másfél óra múlva már üvöltök mindenki, és a végén kidobom a macskát is, meg a kutyát is, mert rajtuk csattam mindig az ostor. De most nem, így ment. Gyakorlatilag 10 perc alatt én csodálkoztam rajta, hogy legjobb, hogy kész vagyok. De most komolyan, kész, hogy ennyi volt, ezt így is lehet. És tök jó volt. És utána már a díszítés, ugye ez soha nem az én dolgom, én még az izzókat rakom fel. De hihetetlen, hogy ilyen látos, hogy a műfát is befaragjátok. A műfát is befaragjátok, az tök jó. Az nagyon pozitív. Nem? Micsoda átszellemülés, hogy a műfát is befaragjátok. Évről évre egyre kisebb sajnos. Hát tudod, az illúzió kedvéért. Tehát legyen meg legalább. Mi ez? Ő ott sétál. Bocsánat, hogy közbeszólok. Filkó. Ott sétált az árnyékban, mert nem legyen valami. Az esküszöm, hogy ő ment át. Na mindegy, igen. Ez az ő műsorra lesz. Igen. És hát ugye évről évre egyre kevesebb a macera fa. Van. Mert hát persze, hogy az illúzió kedvéért a műfát is mindig befaragjuk, vagy kicsit mondtad az elő. Csak ugye eredetileg egy 80-asnak vettük, most már csak egy méteres, mert mindig egy kicsit lejjebb kell változni. Figyelj, olyan talpat láttam idén, amit szintén nem láttam még soha. Nekem is nagy öröm volt a fafaragás, nem kellett faragni. Racsnyis talp, ismeritek? Három ilyen...
megfogja. Hú, de menő. Te tudtad, hogy van ilyen? Racsni is. Képzeld el, hogy egy akkora átmérője van a lyuknak, amiben bármilyen gyökerű fa belefér, tehát semmit nem kell faragni. Hátrahúzol egy ilyen racsnit, megfeszíted, belerakod a fát, és kiengeded, és valahogy a racsniba a damil, vagy a drót, az ráfog a talpra. Aha. És nem kell faragni. Ennyi. És úgy fog rá, nem hogy, hogy különböző mélységig tud bemenni három oldalról, vagy pedig minden oldalon tök ugyanaz. Tök nem. Ugyanúgy, tehát na ez, igen, tök egyenesen áll, meg kell tölteni vízzel, ha akarod, de nem kell, mert annyira befogja, hogy nem tud eldőlni. Nehéz maga a talp, és racsnics az egész. Uh-huh. Hátrahúzod, belerakod, beállítod, és visszatolod, és kész. És egy mamut fenyőt is befogja. Nem hittem el. Én nem ismertem ezt a fajta talpat. Én mindig nyomorultan faragtam én is, de ez nagyon jó. Uh-huh. Ez az új stílus, mindent visz, mindent fog. Én úgy mentem ki a fenyőfáért, hogy nem mértem le a talpnak az átmérőjét. De ez elég nagy. Hát nekünk nem ilyen racsnics van, nekem régi van, tudod, ez a hegesztett, kovácsolt, háromlábú. Igen, ám, de nem mértem le, ezért kimentem a szokott fenyőárusunk, az rám sózott valami irgalmatlan méretű fenyőt, tehát plafonig érő, gyönyörű, és mondta, hogy akkor milyenre faragja. Hát mondom, milyenre, ami bele vagy a talba, papa, hát most mit szórakozunk? Azt mondja, jó, de mekkora a luk? Hát... Hogy érezzük? Hát nem, azért, nem a bocsáss meg, de azért mindjárt szágon. Hogy érez most ide? Fihet, ne csinálj, mert szerintem karácsony van mégis. Mondom, mutatom neki, hogy körülbelül ekkora, mondta, jó, gépi faragás, imádom. Gépi faragás. Gépi faragás, persze. Gépi faragás, nagy, van egy tölcső. Jövőre megnézz. Beletolod ahogy a fenyőfát, és kész van. Hazavittem, most konkrétan az alsó szomszédig esett le a fenyőfa lukon keresztül, mert ő ugye ilyen egész vékonyra faragott. Hát leforgácsolja, nagyon durván, igen. Igen, úgyhogy ott kellett egy kicsit nekem művészkedni, de áll. Hallottad, hogy még így kiszűri a száján keresztül, hogy fogpiszkáló, ha el nem. De nektek jó lesz. Nem jöttetek diótörőre, gyerekek. Jaj, pedig, nagyon, pedig gondoltam. Nem értünk lát. Oda. Nagyon vártalak benneteket. Még 3 órakor indítani akartam egy SMS-t, hogy akkor mi van. Úton vagytok? Móni mondta, hogy ha most nem indulsz el, már nem érsz oda. Mondom, hát akkor ez a vonat el. Igen, még fölkezdítsom a fát. Jaj, nem jöttetek. Nagyon röhögtem. Min? Hát az SMS-edet. Ja. Ja. A még... tipikus köresem, és annyira tudtam, hogy az jött, amikor ránéztem, és kiírtam, hogy ki a feladó, mondom, tud, biztos. De még azt akartam, hogy a nevet is benne hagyom, mint Kovács Dezső. Tudod, csak azt mondom, lehet, ez most így nem megy át elsőre a poja, hogy még a nevet se törlöm ki, azt mondom, kitöröltem. Tetszett az angyalkák szájának? Persze, hát akkor legalább te kaptál. Én kaptam, igen. És azonnal eszembe jutottatok, hogy ezt meg kell osztanom, de a névvel együtt kellett volna tovább küldeni. Jó, van, mindenki kapott szép ajándékot, minden. Igen. Jó volt. Kettőt kaptam. Én sem. Vagy igen? Kaptam igen. Egy jó zombis könyvet, az etetést. Na, csak nem egy jó zombis könyv. Virágtól megkaptam a honfoglaló társas játékot. Úgyhogy nagyon szívesen. És már nem csak lehet játszani? Hanem van belőle már társas játék is, és a Virág ezt találta ki nekem. És ez az ő is saját személyes ajándéka volt, így van. De jó, az jó. Úgyhogy nagyon aranyos, most használta a kis eszét is. Már azért, mert hogy a számlát is megtartott. Na, és így már ma vissza is tudod cserélni, és nem kész másikat. Nekem csak a héten van egy ilyen köröm még. Nektek van visszacserélős körötök? Sajnos az egyik ajándékról kiderült, hogy kicsi. Nekem nem kell mennem semmit. Az Intruder, az Anal Intruder 3000. Igen? Jó, elég beleesett, a 2900-as. Beleesett a lyukba? Egy ilyen kis tokról kiderült, hogy picik, úgyhogy visszaviszik. Hát remélem, hogy visszaveszik, mert hogy 2 ünnep között még úgy logikus lett volna, de hát remélem, hogy elég jó indulatúak lesznek. Vissza kell. Hát nem figyeltél, amikor itt volt a Zsuzsanna, és elmondta, hogy lehet visszavenni, mert olyan hát, idomai voltak, hogy nem tudtunk koncentrálni. Zsuzsanna itt volt egészen más a koncentrálni. Igen. Nem a visszavételre. A fogyasztóvédelem szóvivője, ugye? Uh-huh. Helyeske. Hát, bocs, hívjuk máskor is. Igen, nagyon sok kérdésünk van még. Telefon mindig vételi zavarok lehetnek, akkor nem halljuk tisztán, hogy mit mond. Igen, személyesen kérni. De valószínűleg ilyenkor megindul a visszaváltás, a becserélés, vagy az már lemegy 2 ünnep között, két nem? 2 ünnep között mi bent sétáltunk a Vörösmarty meg a Váci utca környékén. Embert nem láttam még úgy rohanni, ahogy a budapesti polgárok, és egyébként a külföldiek is volt, nagyon sok külföldi volt most idén karácsonykor, de az ilyen láttad, hogy egy picit így félig kibontott ajándékcsomaggal a kezében rohan, és megy vissza, rengetegen, nagyon sokan, meg ugye a karácsony leárazás volt, tehát azért is mentek, de szerintem mindenki visszacserélt mindent a tömegből, legalábbis az látszott. Rájöttem, hogy ilyen könyörtelen az egész, hogy 2 hónapot készülsz rá, és 3 nap alatt lemegy, nem? Oké, hogy utána még marad a szilveszter, meg utána, de hogy így az egész ilyen nagyon hamar lecseng, nem? Tehát 2 hónap kellemes ünnepeket, boldog karácsony, és 3 nap voltál a fal alatt, hogy vége.
Ugye? És hogyha, ez egész, ha nagyon hamar lepörög. És hogyha nem volt itt éppen 90%-os, nem úgy sikerült minden, ahogy szereted volna, hát akkor vársz még egy évet. Aztán majd talán jövőre. Jó, mondjuk azért annyira nagyon mi nem készültünk erre a karácsonyra, csak halkan mondom, hogy 20-án még arról beszélgetünk, hogy nincs meg a hangulat, tehát a két hónapos készülés, de egyébként igazad van, hogy nagyon, nagyon gyorsan vége. Igen, sieltem egy kicsit Ausztriában, képzeljétek el, de megleptem magam egy kis sieléssel. Jól tetted. Elmentem. Te ezek mennyi dohányoznak, ezek az osztrákok? Ez elképesztő. Szörnyű egy nemzet. Mi? Hát, képzeld el, hogy úgy dohányoznak, amitől már teljesen elszoktál, hogy bent az étteremben, a gyerekek előtt, a reggelinél, mindenhol nincs nagyon leválasztva az, hogy ők hol dohányozhatnak, hol nem. És elszokik az orrod attól, hogy cigarettafüstöt érezzél az étteremben. És belépsz. Lehet kint. Bárhol. Bárhol. Láncdajosok, a kor elmondta ott egy srác, hogy a kórházban az orvosok a folyosón dohányoznak, és amikor bevezették Európába a cigaretta leszoktató gyógyszert, akkor Ausztriába bukott meg egyedül, mindenhol nagyon nagy siker volt. Az osztrákok nem hagyják abba. Állítólagosan a kórházban a folyosón dohányoznak a dokik. Annyira megszállottak. Én láncdohányos az összes. Nagyon durván tolják. Ott az alpesi hegyekben úgy dohányoznak, igen, mert nem akartam el. Igen, sok a friss levegő nagyon veszélyes egy időben. Valószínűleg azért lehet ez, hogy az orvosok dohányoznak a kórházokban, mert ott olyan a szociálpolitika, hogy nincsenek betegek, és hát az orvosoknak saját magukat kell megbetegíteniük ahhoz. Igen, és ezen dolgoznak. Na mindegy, úgyhogy voltam síelni, és hát sapka nélkül síeltem, de szegény Sumár után bevásároltam magamnak. Szegény, igen, vásároltam. Vásároltam egy sapkát. Nála nem ez volt ugye a probléma, hogy nem volt rajta sapka, hanem... Nem sapka, sisak. Mert hogy sisak rajta. Volt rajta. Volt rajta. Tehát, hogy... Igen. Az... Na más, a sapkára én a sisakot értem, úgy értem. Tehát... Ja, azt hittük, hogy meleg pamut sapkát fölhúztál. Én szépen egy jó keményet, abból a kemény sapkából. Legyen kettő. Tudod, mennyi ideig kellett próbálnom ott a síterepen, mire találtam egy megfelelőt? Még Jürgen, még nagyobb. Igen, nektek sapkamásnak meg kell nézni, vagy nekem sapka, nektek bokás. Kerti hoztályon vettél? Igen, adtak hozzá főzőkanalat is. Mondták, hogy tudom-e, hogy az osztrák erdőkben nem szabad tüzet gyújtani. Mondom, ne aggódjanak, én ebbe sielek, nem bográcsot készülök készíteni. De kint vetted, vagy itt? Mert kint akkor nyilván rákérdeztek. Gulásnak? Gulás? Hungarian gulás? Nem, kint olvastam, hogy mi történt szegény Schumacherrel, és mondom, na jó, ez egy jel. Én mindez idáig sapka nélkül, vagy sisak nélkül mentem. És akkor bevásároltam. Kötelező. Volt hó, vagy fújták? Brutál nagy hó volt. Tényleg? Igen, olyan 1000-en voltunk, és 1008-ra mentünk föl. Ott volt a ja, pálya. Csatlakoztak hozzátok 8-an? Igen. Nem, 1000-en mentünk, 1000 indultunk, és 1008. Ja, úgy értem. Igen, értem. Végis 8 ember jött, csak 1000-en indultunk. Fönt volt, fönt nagyon nagy hó volt. És Benny is ilyet, képzeljétek. Ne, de. Ne, és megy. Nagyon és akart, és akart így, csak egy showbertékről gondolok itt ebben a pillanatban. Akart csinálni az a gyerek? Nagyon, nagyon, nagyon élvezte, felvonózott, létreállt, megtanult már így ekébe lejönni. Hát aki síel, azt tudja, hogy mit jelent az eket. Hogyne, én is tudom, vidéken azt használják. Igen, egy jó ekézés. Szántott vele egy kicsit. Úgyhogy nagyon nagy dolgok történtek itt az ünnepek alatt. De jó. És azonnal fölraktad a gyerek, mert én azért vagyok kíváncsi, mert gondolkozom. Nem szórakoztam el. Hogy valakiértnek odaadnám az én kettőmet. Családdal voltunk, több egy nagyobb baráti társasággal voltunk, és ők látta benne, hogy ott is sielnek a gyerekek. Aha. És ha látsz síelő gyereket, akkor az úgy elindul a presztízselés, hogy akkor ezt neki is meg kell tanulni. Úgyhogy fél óra múlva már felvonózott, ment. Hasította de Benny ő nem gyerek, csak derékig a óban van. Kis manók eljátszották, hogy kell sielni, hogy megjöjjön a kedve. Ezek az osztrákok nem szilvesztereznek. Én ezt nagyon szeretem. Szilveszterkor voltatok? Szilveszterkor is kint töltöttük a szilvesztert. Ez valószínűleg azért van, mert nálunk ugye egy olyan nap van, amikor vidám lehet a magyarot, meg ugye 365. Négy, és akkor a 365-et elszomorítja. Azzal már nem annyira. Se egy telesport, zöldzakós, fáradt, szemüveges, szintetizátoros nem volt az étteremben. Nem akart senki vonatozni. Nem rúgtak be, és kezdtek el nagyon dülöngélben. Nem megtettél azért, hogy vonatozzanak? Én 11 óra, akkor beraktam a saját Demjén gyűjteményemből a kis a vonat nem vár. Nem, semmi. Ugye itt arról van szó, hogy van egy kis panzió, a házi néni megfőzi a vacsorát, és aki 8-10 család ott van. És féltem, hogy kicsit ilyen erőltetettem majd ott, hogy nekiállunk ott valamit táncolni, vagy valami. Egy nyomorult szintetizátorosuk nem volt. Nem érdekli őket a szilveszter.
fél 10-kor mindenki elment aludni. Vagy fáradtak voltak a síeléstől, nem? Ja, valószínűleg egyébként az van. Én éjfélkor nagyon káromkodom, megriadtam, mint a 60-es. Akarjárat, petárdázol itt. Körülbelül ez volt, nagyon papperosra nyomtuk. Nem szilveszterezek, nem érdekel. De nem lehet, hogy fél 10-kor hogy mindenki így elkezdett így nagyon ásítani. Ja, haj, hú, most már menjünk le, fél, de elámosodtam, Balázs, nem ezt szóljatok. Akkor ilyen buli lesz. Találkozunk lent az. Igen, én elindultam, és gyanúsodtam, mindenki visszafordult. Nem. És másnap kezet fognak. Én annyi emberre még nem jött oltam. Az összes osztrák kezet fog, úgy kíván boldog új évet. Ezt tudtátok? Jattól. Most oda jött ázni. Nem lepődtem meg. A kezet fogni. Mondom, mama, hülye vagy. Rávertem. Rácsaptam, hogy megint jön, megint kezet fog. Jön a papa, ő is kezet fog. Az összes házi néni, házi bácsi, mindenki ott kezet fogott. Ők kezet fognak új évkor. Úgy kívánnak boldog új évet. Nagyon fura volt. Persze nem viszonoztam. Tehát abszolút. Ja. Hagytam, hogy ott kínosan egy kicsit elhúzzák a kezüket, aztán ott szépen megvakarják a lyukat. Nem, mindenkivel jattoltam, de ez nagyon fura, hogy ők így boldog új évet kívánnak. Nem, de nem lehet, hogy tudták, hogy magyar vagy, és rögtön kellett volna fizetned, mindenre nyújtottak a kezüket, és te meg. Hello, pajtást, ma már négy egyszer. Igen, mondta, hogy hány kopejka lesz majd a reggelé, meg mindig belecsaptam. Lehet, hogy ez volt. Én nem tudtam, de kicsit féltem ettől a szilvesztertől, hogy mondom, ilyen erőltetetten ott fogunk majd ott táncikálni, negyed egy komán nagyon, de nem. Tűzijátékoztak? Ők? Tűzijátékoztak, igen, de az engem már az ágyamban ért. Van valami íze a szilvesztert az ágyban fogadni, nem? Nem, sose próbáltam. Sose próbáltam? Nem. Te aludtatok, hogy megváltatok? Szilvesztert még soha nem fogadtam. Fekszik, jó napot, kedves. Talán szilveszter. Egyszer kipróbálom, de akkor már nagyon idős lesz. Pedig szilveszter nagyon jó ágyban fogadott. Ki, miért így megvártátok? Kínosan az éjfél? Nem kínos azért? Engem minden hajnal mondjuk ott a tévé előtt fogadott, hogy 4-ig tévéztem minden nap, úgyhogy nekem az így megvolt. Mielőtte így a családdal felbontottunk természetesen, ahogy szoktunk egy jó kis, már nem is tudom, most málna ízű kölyök pesgőt. Te is nagy buli, jóval te is nagy buli. Igen, mondtam nekik, hogy ne sokat, mert megbefögtet. Aztán elköszöntünk, egymást ülök, lefeküdtek aludni, én meg ugye ott maradtam a riadt tekintetű macskával. A kutyát nem nagyon érdekli a macska, iszonyatosan be van tojva. A tűzijátékozástól általában a WC mögött szokta túlélni ezt az időszakot. Volt is. Nálunk szeretik nagyon. Már elkezdik olyan 29-e körül, aztán folyamatosan megy elsőjéig. Én ezt bírom. Én szerettem ezt a petárdázást, meg ezt a tűzijátékot. Ez jó, nem? Idén nem is lőttél a gyerek. Egy darabot se. Mondom, semmit. Fél 10-kor eljöttem. Mondom, éjfőkor nagyon bemérgesedtem, hogy mi ez a kik ezek a huligánok, akik itt durogtatnak. Viki adott egy puszit, hogy éjfél van, ő se zaklasson nagyon, és akkor adtam tovább. Jó. Nem, ide nem abszolút elmaradt. Elfelejtettem bevásárolni. Már még nem is lehet kivinni. Vagy nincsen ellenőrzés. Nem állítanak meg. Nem, már egy ideje, lebontották a határát kérőket. Te vettél? Nálunk teljes persze egy ilyen atomsíló volt felszerelve a kertben, de azt mi 10-kor el kellett, hogy lőjük a gyerekek miatt, és jöttek ki a szomszédok, Velencén voltunk, oda ment az egész csapat, a 30-án délután, azt hiszem a 25 négyzetméteres nappaliban 42-en voltunk. Nem hitted el. Atya Isten. Ugyanis valahogy ezek megtudták, hogy ott vagyunk, a siserehad, és mindenki benézett, aki egyébként nyáron ott lakik, de nem csak arra volt dolga. Álltunk 42-en a nappaliban. Volt itt ilyen rózsi matrac, nem láttál? Látok, figyelj, nincs meg még a kacsa azért a tóból, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt, ami fölöttük 10-kor a gyerekek okán, kijöttek a szomszédok. Mi ez a durroktatás? Tényleg már itt nem lehet nyugodt. Mi ez a durroktatás? Igen, mondtam, hogy szilveszter van, várjon. Gyuri bácsi jött ki? Ne, Gyuri bácsi haknizni volt. Ja, micsoda, hát ő éjfélkor valami. Igen, akkor még hátrahoz neki 4. A Duna-Bogdányi művelődési házi színpadán nyomta valahol. Gyuri bácsi sose szilveszterezik ott. De akkor legalább a telke fölé lőttétek. Persze, sőt a ház felé. Meglegyen neki az élmény. A kőoroszlánokat lelőttétek. Volt egy nagyszerű olyan petárda, amit, vagy hát nem petárda, ilyen rakéta, amit le kell szúrni a földbe. De most várjál, én ezt nem tudtam, hogy ezt úgy szokták, hogy üvegbe teszik. Igen. Ugye? Mert az elviszi magát, azt a fapöcköt magával. Na hát az történt, hogy annyira leszúrtuk, hogy nem indult el a történet. Várjál a házok között, és ugye voltatok nálunk a Velencén, 3 ilyen ház van egymás mellett, sikerült a mögöttünk lévő teraszára belőni. Ott áll mindenki, na gyerekek, megy már, mi oda néz, figyeljél, ez még nagyobbat fog robbanni, kicsit. Kimászik fel, hozd a slagot. Hát ez az, hogy ott ugye a fa szerkezet, hogyha nem figyelsz, akkor egy másodperc alatt lángra kap, és így álltunk döbbenten.
ebből. És ott volt? Vagy nekik ott volt? Ott volt akkor a szomszéd? Nem, hála Istennek. Nem volt ott. De hát így gondolkoztál, hogy na, gyullad, nem gyullad, megúszta. Ilyenkor azért milyen jól lehet egy telefon Velencéről, mi? Hello, szia Feri, mi van, hello? Ott a hajdúszoboszló felveszi. Na, boldog ugyatokat, aki a hát igen, részben is megég a házatok is. És ez nagyon kemény. Sajnos nekünk idén elmaradt, pedig én ezt szeretem. 20 000-ért veszel egy nagyobb csomagot, egy ilyen kontingens, lerakod a kertbe, 15 percig szórakoztatod a szomszédokat. Hát, én azért nem veszek, mert hangban is, meg látványban is megvan. Nem vagy mi? Megvan az élmény. Olyan közel robban minden hozzánk, hogy igazából nem mindegy, hogy kiveszi. Hát, de akkor mégiscsak te indítod. Igen, az indítás ott az igen, mert másét nézed, az jó, de amikor rivalizálsz a szomszéddal, nekünk volt 2 éve, hogy lőttem kettőt megpróbált rátenni, mondom, figyelj, rohadik, fölküldtem 4-et, fölküldött 8-at, fél óráig szórakoztunk, de azt hiszem lenyomott, mert jobban bevásárolt. Utána molotov-koktélokat dobáltát a kertben. Igen, és amíg átmentem, sajnálom, hogy akkor kiszúrtam a gumiait, hogy akkor viszont tessék, akkor ez kívánom neked. Na mindegy, jó van. Szóval akkor lezajlott mindenkinek szépen, rendben. Jó volt. Jó, az egy 2 hét szünet, azért ezt lehetett szeretni, nem? Nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Hosszúnak tűnt ez viszont most. Viszont gondoltam rád éjfélkor, na, és egy picit sajnálom, hogy Ausztriában voltatok. Nem, semmi pozitív nem volt benne. Nem, mert csak átkapcsoltam ezért a hogy hívják, az RTL 2-re, és éppen ment a Balázsról, és csak ennyi volt. RTL 2 én is láttam. Nem áll. Persze. Az RTL még mindig. Így van. Az de nem is a Coolon, meg a Film Plus, az RTL 2 ment a Balázsról. Persze. De jó, mi történik? Mi történik ott? Kaptál új műsor. És? Na, és ezek egyébként új részek. Ezt nem mertem bevallani, de ezek új részek voltak, egy november végén forgattuk. Ne, újra csinálom. Rendezői változat. Újra vágták őket. Na, és a lényeg az, hogy kapcsolgattam, és TV2. Éjféltől 3-ig sas maraton. Nem hiszem el, tényleg? 3 órán keresztül. Semmit nem bíznak a véletlenre. Nem tudom, hogy ki lehet az ínyenc. Fogalmazunk így, oké. 3 órán keresztül végignéz a mikroszkop színpadról. Figyelj, ma megkapom a nézettséget, meglepődnél. Szerintem nézzük. Nagyon durva. Szerintem nézzük. Én nagyon kíváncsi vagyok. Aki tévézik szilveszterkor, az mi más nézne? Szerintem aki tévézik, az 50 plusz. Illetve te. Igen, de én nem ilyen jellegűeket néztem. Te csak oda kapcsoltál, aztán tovább mentél. Az 50 plusz, ugye, 50 év felett pedig, hát ma, ez. Ádám és Eva, itt szersz, hát az. Sas azért is. Minden hát azért volt. Ezek. Minden volt. Én néztem egy picit, így 3 percig tudtam nézni, utána... De beleborzogtál. Igen, utána elindítottam a megfelelő videót, ami ahhoz kellett, hogy a Szentestének megfelelő hangulatba keveredjek, ugye a leszakadott testrészeknek köszönhetően, de 3 percig azért tudtam nézni. Ahogy öregszel, figyelj, ezek az időintervallumok nőni fognak. 5 év múlva azt hiszed, hogy már 8-10-12 percet, ezt 10 év múlva már nevetsz is rajta. De nagyon jó. Úgyhogy ott alakul ez. Vége lett az Eyes Wide Devil című koreai horrornak, és akkor utána még átkapcsolt, és még mindig ment. Akkor éppen jött be gulyásnak öltözve. Jézus Isten. Én nagy sorozat maraton csináltam, megnéztem a Trónok harcának az első évadát, végignéztem a második évadot, befejeztem a Homelandet, elkezdtem a Breaking Badet, úgyhogy fú, én is napi gyártottam. 2 film, 4:30-kor feküdtem. Na mondjuk ennyire nem, én alvásra töltöttem az időt, muszáj volt. Na jó van, oké, új év, új remények, lehet jelentkezni játékra, ha valaki úgy gondolja, hogy sokat pihent itt a szünet alatt, és nagyon nagy az arc, és nagyon szépen bele döngölne minket a földbe, ám legyen, adunk rá lehetőséget, jó? Egyszer tiszta lappal indulunk, ugye? Persze. Tiszta lappal. Teljesen kinullázva, új hét, teljes hét, úgyhogy lehet jelentkezni játékra, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 6 perc múlva pontosan, 7 óra, hello mindenkinek, jó reggelt. Szokjuk még így 2 hét után, vagy 2,5 hét után? Mennyi? 2 hét után, ugye? Hát 2,5 hét azért már kicsit sok. Jaj, háttal ülök. Melyik gombot kell meg, mit kell csinálni, hol vagyunk? Szóval, hogy itt vagyunk, igen. És új évet kezdtünk, ezt pedig azt jelenti, hogy új játékot is, ugye? Valaki megnyithatja a sort, és a 2014-es év első játékosa lehet. Ha nyer, ha kikap, ezért ez egy nagy kitüntetés, nem? Nagy, nem jár érte semmi, de nagy. Elmondhatja magáról. Igen, de reméljük, hogy azért ennek ellenére elpopsizzuk. Megnézzük, hogy ki a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató, és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggelt!
Halló, jó reggelt kívánok, Erzsó vagyok Nyílugosról. Üdvözöllek, és boldog új évet kívánok az egész stávnak, és különösen nektek, fiúk. De drága köszi. Vagy, Erzsó, köszi, hello. Meddig mondják ezt a bújékot? Meddig lehet? Még így január első hetében lehet? Hát, ilyen tizedikéig talán, vagy akivel még nem találkoztál. Igen. Én úgy gondolom, hogy akkor... Így az ember reflexzerűen mondogatja. Igen. Minél tovább mondod, annál aktuálisabb megint. Egyébként ja, tényleg. Hát, ha jobban kezdődik, akkor mindenkinek. Júliusban szerintem van egy holdpont, amikor furán néznek rá, de utána szeptembertől megint jó vagy. Ja, gondolom. Megszokják. Igen, utána már megint megszokják, igen. Erzsó, mit mondtál, honnan telefonálsz? Hát én Nyílugosról, Szabolcs megyéből, egy kis városból. Uh-huh. És mit csinálsz éppen? Hát én dolgozom, benzinkutas vagyok. Benzinkutas, tényleg? Ezt köszönöm. De a pultnál vagy, vagy esetleg kint terepen? Egyedül vagyok, ez nem nagy város, és akkor egy vezeti a kutat folyamatosan. És ha kell, kimész tankolni, ha kell... Ja, hát látni azt már, hogy ki nem tud, vagy ki tud tankolni, vagy ki kéri, mert önkiszolgáló a kut, de van az, akik kérik, hogy... Vagy segítsen. Uh-huh. Igen. Vagy egyáltalán nem is tudnak, nem is akarnak, vagy ha meg olyan helyre, vagy ha olyan látom, hogy elegáns fel van öltözve, ez ildomoz kimenni, hogy na, segíthetek, vagy megkérdezem, hogy segíthetek. Uh-huh. Vagy általában, akit úgy látom, hogy tétován megkérdezem, hogy segíthetek, aztán vagy elutasít, vagy nem. Erzsó a benzinkút úrnője. Ja. Nem? A nafta királynő. A nafta királynője. Így van. Ott te mindenes vagy akkor. Igen. Törzsgyökeres nyírugosi vagy egyébként? Igen, született nyírugosi vagyok. Dzsuzsit ismered személyesen? Kit? Dzsuzsák Balázs. Oda. Ja, hát hogy? Még félig meddig rokon gyerek is. Komolyan? Akkor kapott múlt évben tőletek mi? Hát Nyílugosi Balázs nem is tudtam. Na jó, van, és most is a kúton vagy éppen, Erzsó? Hát én úgy zártam az évet, hogy itt voltam, és nyitottam, hogy itt voltam. Azt szokták mondani, hogy amivel kezded, az lesz egész évben, legalább lesz melód. Nem? Ja, ez fontos szempont mostanában általában, vagy a mostani időkben. De jó, vagy ez a legfontosabb általában. De jó, benzináremelés. Egész évben. Erzsó, kivel szeretné játszani? Hát én gondolom Ferenccel. De drága vagy. Ferenccel megnyitod a sort, úgy érzed? Megnyitjuk ezt az évet, próbáljuk megnyitni vele. Talán vele. Mi vidékiek, tartsunk össze. Ja, így igaz, erre amúgy így gondoltam, hogy így vidékiek tartsunk össze. Legyen így. Jó, János? 3, 2, 1, fire! Erzsó, akkor akarsz kérdezni? Hát szeretnék egy pár dolgot kérdezni. Hallom, vidéken voltál kint. Így van. Sikerült sokat főznöd? Persze. Ilyenkor mindig ezt csináljuk. Nálatok volt szilveszteri menü? Hát, volt. Bent a benzinkúton főztél? Dehogy. Otthon a párommal volt, nem hozta... Igen, pedig szépen kerülgetted, igen. Egészen meggyőző volt, mondom, jól játszol, hogy nem mentél bele a csapdába. Az első 25 másodperc nagyon jó volt, de utána volt. Igen, a maradék 35 az már kevésbé. A már Feri élet. Szép az Feri! Nem haragudj, Erzsó! Nem. Hát... Megvan. Hát így jártam, köszönöm szépen. De örülök neki, hogy én kezdtem az évet. Már annyit írtam nektek, sose választottatok meg, és aztán mondom, most megszám. Látod? Mindig mondom, hogy látjuk az SMS-eket, csak nem tudunk mindig sokat választani. Erzsó, köszi a játékot, jó munkát neked! Köszi, viszont nektek is egész évre. Köszi, ciao. Szia. Tehát ha ma nyerünk, egész évben nyerünk? Vagy jelen, amit ma csinálunk, először azt csináljuk egész évben? Így van. Ez egy nyerő széria lesz? Hát elsőjére vonatkozik ez, de szerintem munkahelyi ügyben 6. az pont jó erre. Úgyhogy vihetjük az egész évet előre. Jó, hát beindultunk. Finoman, szépen, komótosan, egy 25 másodperc után bedaráltuk. Erzsó. Bedarálta magát. Nem játszott rosszul egyébként, nem? Nagyon jó volt, nagyon ügyes volt. Csak most viszonylag kevés reklám, 22 percig máskor. Tovább játsz egy kicsit, igen. Egy perc, pontosan 7 óra újra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. Na, hegyi levegő. 7 óra múlt 10 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt!
Boldog új évet nem fogjuk sokszor mondani, nem szeretjük, de most még minden drága Morning Show hallgatónak, meg minden, mindenkinek, nem csak azoknak, akik minket hallgatnak, mi nem teszünk különbséget, mi mindenkinek kívánjuk, nem? Tehát ha látod, hogy valaki mást hallgat, menj azoknak oda hozzá, és mondd meg neki, hogy mi azt kívánjuk, hogy boldog új évet. Mi küldjük neki is, és nem haragszunk rá, hogy mást hallgat, de mi mindenkinek küldjük egy bujékot. A Music FM hallgatóinak is. A Petőfinek, a Kossuthnak, a Szerecsen Rádiónak, minden. A Mária Rádiónak. A Betyár Rádiónak, a Mária Rádiónak. Gyerekek, mindegy, hogy ki mit hallgat, nem? Ez egy ilyen nagy kollektív bujék. Én a CD hallgatóknak is külön. Küldjél nekik is egy óriási bujékot. De aztán már többet nem fogunk. Tehát abba hagyjuk ezt az állandó bujékozódást, mert nem tudom. Megpróbáltam megjegyezni, hogy hogy mondják németül, illetve nem németül, mert ugye ők nem németek. Tehát ezt kikérik maguknak, ha egy osztrákra azt mondta, hogy német. Nagyon sok minden máshogy mondanak. Osztrákiaiul, vagy hogy? Igen, ugye hát az osztrák az nem, ez sértésnek veszi. Aha. Tehát, hogy lenémetezed, vagy azt mondta, hogy a te németed nem olyan jó, soha többet nem áll veled szóba, és beleköp a húslevesedbe. Miért azt mondtad egy osztráknak, hogy a te németed nem olyan jó? De én nem magamról mondtam róla. Azt mondtam, hogy... Azt hittem, még lesetetted a csomagot, az már arcoskodtál. Oda mentél egy egytetős gyökeres osztrák faluba, és azt mondja, hogy maga német nem olyan jó ám. Betelepült. Maga mi? Bosnyák. Ezt elsütöttem Angliában egyébként, amikor a bevándorlási hivatalban voltam, mert hogy amikor csináltam egy angol céget, és amikor kell angol céget csinálni, akkor elmész egy ilyen meghallgatásra, hogy minek kell neked angol cég. Az első Wunderschön kritikák után politikai menedékjogot kértél Angliában? Mondtam, hogy el kell költöznem. És egy nagy darab ilyen afroamerikai csaj vizsgáztatott, aki elmondja, hogy miért akarsz céget csinálni, mi kell, úgy bánnak veled egyébként, mint a kutyával. És a harmadik mondatom után kinyögtem, hogy hát semmi baj nincs, csak nem annyira jó az angolod, és ezért nem tudom. Figyelj, annyira berágott rá, másfél órát ülteted végig egy ilyen kis széken, mire megkaptam az engedélyt, annyira megsértődött. Na mindegy, szóval, hogy keveredtük el? Hát, hogy az osztrákok, na és mit tanultál a németek? Nem, próbáltam megjegyezni, hogy hogy mondják osztrákul ezt a boldog új évet, de hatféleképpen mondta a házi bácsi, a házi néni, mindenki máshogy mondta. De úgyhogy biztos nem... ezt mondták? Tehát nem az, hogy fizessek ki a számláját? Igen, vagy megint mit csinált a lepedővel Balázs, vagy miért volt akkor a koszos szobájában? Nem tudom, de nem tudtam megjegyezni, mert valami nagyon-nagyon-nagyon nem szeretem a német nyelvet, valahogy nem áll rá az agyam. De volt olyan, amit így megtanultál? A grüzgott. A grüzgottat nagyon jó. Vier Portion Glückwein bitte. Igen. Rezidencia. Igen. Ilyeneket el tudtam, hogy Kinderwasser nicht kövér felnőtt, meg ilyenek. Ilyeneket tudtam mondani. Nem, egyszer a németnek én többször neki mentem, mert lehetett választani gimiben is. És a gimnázium első osztályban én tanultam németet, de nem ment bele az agyamba. Tehát akkor németet és angolt tanultam, az angolba aztán érettségiztem, de egy nem felfoghatatlan számomra ez a német nyelv. Tehát annyira nehéz, hogy annyira nem tud semmit semmihez kötni, hogy nem tudtam megjegyezni. Na mindegy. Schuldigung, was in die Wasserputzer Latrinen. Na, de láttam, hogy akkor te érettségiztél németből. A behabitzer. Igen. Na, nézzünk egy-két SMS-t, mert ezeket elhanyagoltuk, és jött egy csomó közlekedési hír. M5 Pestől Szegedig ködös, gyenge forgalom mellett jól járható, Hontalan 62 küldte nekünk. És látótávolság max 5 felező vonalig tart. Küldve az én HTC-mről írja, így nekünk, Jana, köszönjük szépen. Ez még a best of, kérdezi valaki. Hello, srácok, új munkahelyem van, és nem tudlak benneteket hallgatni már egy hónapja. Egy építkezésen dolgozom, és van itt egy srác, aki hasonlít a Janira. Ennyi maradt belőletek, jókat szoktam vigyorogni, ha látom. Ciao, Misi. Tehát Misi most úgy küldte az SMS-t, hogy nem hall minket? Aha, de hogy egy építkezésen miért nem lehet rádiót hallgatni? Odafalazod a kezed. Mert nem hallott, ha dől a fal. Hát, ja, vagy omlik a tégle, vagy valaki kiabál. De nem mondjátok neki, hogy rám hasonlít, mert az nem annyira építő. Mondjátok azt neki, hogy Jason Stathamre hasonlít. Vagy a fiatal Bruce Willisre, vagy igen. Jani, ezek szerint lemaradtál a Sasmaraton első 4,5 órájáról, mert ugye mondtad, hogy éjfél után nézted, hiszen 19.30-tól indult. Hát, jó Isten. Hát, van miből válogatni. Igen. Aki ezt végigbírt, az keményebb, mint Norris.
Tehát akkor te éjfél után nézted? Igen. De akkor már éjfél előtt ment egy 4 órával. Bizony, bizony. TV2 se bízott semmit a véletlenre, tényleg. Nem egy 8 órás sasmaraton kaptak. De azt gondolom, hogy vertek mindenkit nézettségben. Gondolom, ilyen retrospektív műsor lehetett, hogy visszavonul a mester. És akkor még utórája csináltak belőle egy hatalmas best-of-ot. Igen. Bali volt diótörő nézés, kérdezi Rongyos. Nem jöttek a srácok, nem. 3-4-kor kinyitottam a garázskaput, felgyújtottam a vendégfogadó gyertyákat, meggyújtottam mindent, és 4:45-kor pedig visszacsuktam a garázskaput, és elfújtam a gyertyákat. Én nézegettem sokat a diótörőt az ő lepek alatt. Senki nem jött. 23-án éjjel valaki kivágták a fenyőfát, amit 3 évvel karácsony után kiültettünk, most egy 60 cm-es csonkot néztünk minden nap. A rendőrök azt mondták, örüljünk, hogy más nem loptak el. Ez pozitív hozzáállás. Nem? Tényleg, hát most azt már úgyse találja meg. Haveromnak 23-ára reggelre lopták el a kocsiját. Na, az milyen? 23-a, 24-én menné mindenhova, lementek, hop-hop, pittyent. Mondta is a rendőrség, hogy nagy szeretettel köszöntjük önöket. Bontóban tessék érdeklődni darabára. Milyen jó fejek, nem? Milyen humoros. Nem tudsz mit csinálni, most mit mondjam? Hát jó, hogy meg lesz. Igyekszünk megtalálni az elkövetőt. Nem azt mondta, hogy gondoljanak arra, hogy valakinek lehet, hogy ajándékba lopták, hogy egy embernek örömet szereztek vele. Nem? Önöknek rossz, de a család, aki ellopta, azok meg már útban vannak Horvátország felé. Januárra ígértétek, hogy lesz egy kispályás meccs Hulióék ellen. Mikor lesz? Nem álltunk le, nem januárra ígértük, amikor tavaszra, amikor egy kicsit jobb idő van, mert ugye nincs fedett kispályájuk. Tehát március-április környékén levonulunk, és csúnyán elpopsizunk. Az egy kültéri műfős, ahogy a képeket láttam róla, hogyha mondjuk azóta nem fették be és nem fűtik, ott még változás nincsen. Bár mondjuk 7 fok van, tehát hogy kis bemelegítés után azért tudnánk. Na, hát nagyon be kéne melegedni, igen. Hát meg most még 7 van, de mire mi odaérünk. Ja. Na, csak gyorsan átfutjuk, hogy hány munkaszüneti nap lesz 2014-ben, van nem? Ilyened? Hát, micsoda, Anna behozta. Hát, ismer engem, tudta, hogy ezt akarom elsőként megnézni. Hmm. Számoltátok már? Megnéztétek? Nem. Kevés van, azt hiszem 5. Tényleg? Talán. 5 hosszú hétvége, igen. Aha. Az nem miért valami ez kevés? Sok. Mi mennyi szokott lenni? 13 egyébként? Vagy nem 6-hoz képest szerintem kevés, 4-hez sok. Nem, mennyi volt idén? Azt se tudom. Hát, szilveszter pünkösd az állandó, ugye az megvan mindig. Azt nem is ér számon. 23. Hát az igen. Október 23-a az volt. Augusztus 20-én, a március 15-e is az volt. Igen, most sok volt idén. Na, hogy állunk ebben? Május 1. Május 2 pihenőnappá változik. Május 10-én kell dolgozni. Tehát május 1, hosszú hétvége. Október 23. Pénteken kell dolgozni. Október 18-án, szombaton. Tehát az is egy 4 napos. Karácsony, augusztus 20, szerdára esik. Aha. Az nem annyira jó. Miért nem jó? Hmm. Nem adnak előtte 2 napot? Hát, hogy ne adnának? Nem, az semmi. Hát, hát a szerdára esik, az pont a legrosszabb. Ha kedre esik 4 napos, ha csütörtökre 4 napos, a szerdára akkor az 1 napos. Ha legyen 5 napos. Hát de legyen egy 7-es. Hát de nem. Hát mindig szerdán a legrosszabb. Meg a hétvége. Ugye, mert akkor nem 4 napos az ünnep. A kedd és a csütörtök a legjobb. Mert akkor 4 napos. Ne, augusztus 20-a, hogyha hétfő kedd, akkor az is szűnnap, érted? Új kenyér ünnepe, annak érted, meg kell kelnie. Igen, tűzijátékra való felkészülési éjszaka. Igen, tűzijáték feldolgozásának éjszakája. Igen. Szerdán van augusztus 20-a, föllövik a tűzijátékot éjszaka, és akkor csütörtök reggelte mennyibe dolgozni abban a lelki állapotban. Érted, alig látsz még a csillogást, a villogást. Igen, kiéget a szemed a görög tűztől, és akkor mennyibe. Igen, fura, mert a húsvét megint hétfőre esik, ezt kicsit nem értem. Pünkösd is hétfő, április 21, június. Ki a... Március 15. Március 15 szombat. Hm. Úgyhogy... úgyhogy 5 hosszú hétvége. Aha. Jó, az nem annyira rossz egyébként. Jó, de 20-ával csak tudunk valamit csinálni. Már melyikkel? Augusztus 20. Augusztus 20, bizt arrébb toljuk? De mi 21-ére rakjuk csütörtökre? Akkor már jók lennénk egyébként, igen. Nem sok. Na mindegy. Majd kiegészítjük a privátból. Mi maradt neked tavalyról? Igen, hát ne is mond. Na, miért? Te most azért itt lecsipentettél 2 napot, úgyhogy most nem. Hát tényleg, ne hát igen, azért egyébként volt egy pénteked, meg egy hétfőn, csak mondom. Egyébként befoghatom a pofán. Hát, ugye? Csak a nagy nyaralás. Nyugi, srácok, februárban helyettetek is megyek, jó? Nem. Jó, nagyon jó, ide megnyugodtunk. Minden egyes koktélnál, meg napozásnál rátok is gondolok majd. Na, állítólagosan egy új rendelet szerint szigorítani akarják, hogy mi lehet az autókban, mint védelmi eszköz, vagy mint sporteszköz, mert hogy mindez idáig a rendőr dönthette el, hogy az, amit te magadnál tartottál, az mennyire számít veszélyesnek.
és ezt a rendeletet most egy kicsit szigorítani akarják. Közúti ellenőrzés során elvileg a rendőr dönt arról, hogy egy nála található eszköz mennyire veszélyes vagy nem. Ugye miről van szó? Vannak, akik félnek attól, hogy valami atrocitás történik az úton, ezért bepakolnak néhány dolgot az autójukba, de nincs egyértelmű rendelet mindez idáig arról, hogy mi az, ami nem lehet egyértelműen az autódban, mondjuk a baseball ütő meg a viperán kívül. Aha. Tehát például a teniszütő, a golfütő, vagy bármi más eszköz, ami alkalmas arra, hogy agyonverje valakit, azt a rendőr szubjektív mérlegelés alapján döntött el eddig, hogy az most te azért tartod, mert valóban golfozol, vagy megnézi, hogy nincs a golfcipő, és ha csak egy golfütő van bent, ráadásul a kézifék mellett, akkor az gyanús. Tehát, hogyha van nálad mondjuk egy érvényes sportorvosi, berakva a kesztyűtartóban, meg egy baseballütő, akkor az elég magyarázat arra, hogy miért van nálad baseballozol. De megnézi, hogy van-e baseball sapka, vagy nincs. Ezt a rendeletet most szigorítani akarják, mert hogy 2012-ben több mint 400-szor indult egyébként eljárás azért, mert veszélyes eszközök miatt ugye valamit találtak az autóban, szabálysértési eljárás. Na most, hogy dönti ezt el a rendőr? Hát meg a teniszütő miért veszélye? Az nem. De lehet az, ha nincs teniszfelszerelés. Aha. Vagy a teniszütőnek a nyele például. De ha én tartok egy széklábat bent az autóban, akkor asztalos vagy. És nem vagy mondjuk egy népművészet ifjú mestere. És mind a két lábam megvan, és nem is egy falába, amire rá tudok támaszkodni. Nem csak kérdezem, hogy... Lutaszék lesz biztos. De januárban. Hogy tudja, mi az, hogy a rendőr dönti el szubjektív módon? Én nem tarthatok széklábat bent az autóban? Vagy tarthatok, de az már veszélyesnek számít, ha mondjuk verekedésre kerül a sor? Mi veszélyes, mi nem? Például nekem van teniszütőm a kocsiban. Veszélyes. Hát akkor, de ott a tenisztáskám is, meg ott vannak a labdáim, tehát kiszáll egy rendőr. Szubjektív. Ez mindenkinek lehet. Nem, ki kell szállni az autóba, és bizonyítanod kell. Igen, szerválnom kell párat? Szerintem az Erzsébet hídon? Vagy hogy dönti ezt el a rendőr? Be kell öltözned, és... Jó magára. A kis frotil fejpántotban, rövid nadrágban. Nyilván van. Csuklószorítóban. Csuklószorító. Egy ugró tigrissel. Értem. Igen. Na, kinek mi van az autójában, tessék? Ami védelmi eszköz lehet, de ki is lehet magyarázni. Tehát mi az, amivel az ember tud védekezni, és mi az, amit majd, ha szigorítják ezt a rendeletet, elvehet a rendőr. Tessék, ki mivel védekezik? Hát nálunk a kocsi csomagtartójában van egy akkora esernyő, ami akár lovagi tornára is jó lenne, tehát, hogy mint egy kopja akkora. Hátul a kalaptartón? Igen, az egyik a hajlamtól kaptuk, egy banknál dolgozik, és valamilyen okból kifolyólag ott még köldenek ezekre a repi ajándékokra, és meglehetősen nagy, és az eleje egy kicsit ilyen tüskésebb. Aha. Tehát, hogy gyakorlatilag egy 2-3 embert így fel lehetne vele nyársalni, illetve ökröt is lehet rajta forgatni. Hogy miért tartod a kocsiban? Védekez, igen. Eső ellen védekezés? Hát, ha esik az eső. Ja. Hát, de húzzátok be a tetőablakot, tehát, hogy szerencsésen. De akkor viszont mi van? Tényleg? Tehát akkor előhúzza az okostelefonját rendőr, és azt mondja, hogy na csak mondom, hogy a csapadékos hónapok aránya. Augusztusban megbüntetnek, szeptemberben abszolút indokol. Ez azért, hogy ha bármi van, elő tud venni, és mint egy szurony magad elé szegezve, föl tudja nyársalni valami honpolgárt, aki esetleg nektek támad? Vagy tényleg az eső miatt van? Kalóba vagy... húzom. És kinyitod a fenekét. És kihúzom. Igen. De ez azért van? Tehát burkoltan ez egy védelmi eszköz? Mert részben, igen. Na tessék, azzal mi van? Ha az új rendelet majd megszabja, hogy székláb nem, de esernyő, igen? Aha. És hogy mekkora esernyő? És hogy igen? Mekkora esernyő? Milyen jellegű? Már nem. Szétnyitható? Igen. Szétnyitható. Már hogy ez a, aminek a nyele is egymásba megy, vagy a teljes nagy. És van benne egy törés, egy két lövetés, sörítés, húzka. Nem, semmi extra. De a sporteszközöknél szerintem azért tényleg véleményes, de mondjuk egy szamurájkardot kimagyarázni már nem olyan egyszerű. A szamurájkardot nyilván nem, de van, ami nem egyértelmű. Tehát én tényleg berakok mondjuk egy széklábat. De mi a francnak van nálad? Most ezzel ráakadtam erre a széklábra. Most már adás után vagy itt két megszólás között, nézzük már meg, mert biztos, hogy van egy székláb a kocsitban. Van egy székláb nálam. Megfogom a tetejét, tehát valakit jól fejbe tudok vele vágni, úgy működik, mint egy ilyen mini baseball ütő. Azért én elővehető vagyok, hogy van nálam egy székláb, vagy azt mondom, hogy megyek széket csináltatni, és tehát mi alapján dönti majd el a rendőr? Mert a baseball ütőt eldönti. De legyen mellette akkor egy szék is. Vagy tudom, de hátul benn van a szék a gyerek mellett, igen. Tehát valaminek kell lenni mellette. Vagy például mondjuk a kulcsot, amivel a kerékkulcsot. Én azt bent tartom az anyós ülés alatt. Ez a keresztkulcs. Vagy a keresztkulcs, vagy csak simán az amivel leszeded, ugye, hogy azt én bent tartom a kocsiban mondjuk. Mert félek a defektől, mindig legyen kézben. Ha, és hogy meleg legyen a kulcs, hogy ne meleg legyen a kezed a hideg. Én egy autóhoz tartozó alkatrészt tartok az autóban.
megbüntet majd a rendőr azért, mert például én azt nem szakszerűen használom? Vagy annak nem ott van a helyen? Szóval hogy fogják ezt eldönteni, ha szigorítani akarják? Hát igen, nem egyszerű. Mert mondjuk szerintem azt ne szabjam, hanem meg, hogy miben tartjuk például az aprót, ami kell a parkolás, hogyha én azt egy harisnyaladrágba akarom tartani. Egy elkötött végül harisnyaladrág. Egy barítját így megpörgeted. De nálad van valami? Hát nálam van egy gitár például a csomagtartóban. Az fegyver? Hát, ez egy jó kérdés. Hát nyilván azzal egyébként üthetsz. Hát igen, meg ha látok már Clash koncertet például a rendőr, és látta már, hogy zúznak azok a koncert hát, végén, hogy törik szét a gitár. Azért, megint... megfordítva megfogod, azzal lehet sózni. Megint csak az maradt, hogy akkor le kell tesztelni a rendőrnek, hogy tudsz-e gitározni. Tehát én a leállósába, a buszába szervágatok, te pedig két láb közé veszed a gitárt, és nagyon-nagyon Benkő Dánielesen pengedsz egyet. A gitár szerintem nyilván nem, tehát azért nem büntethet meg. Nem? De most egy gitár nyak lesz a kezedben. Na tessék, viszem festetni a gitáromat, mert kitáltam, hogy új színt akarok rá, szét van szedve, és ott van csak a gitárnak a nyaka. Az ugyanaz, mint a székláb. Tehát funkciótlan önmagában, de ma jó lesz egyszer a hangszerhez, mint neked a széklábat az a kis székhez. Akkor mit csinál? Hát, szerintem nagyon sok autósnak van egyébként valamilyen védelmi eszköze, amit nyilván eltesz akkor, ha jön az igazoltatás, de mindenkinél van benn már valami, nem? Tehát amit így gyorsan elő tudsz, vagy oda tudsz nyúlni, ha bármiféle konfliktusod van. Hogyha mondjuk tényleg így a szakmádba vág, vagy mondjuk a hivatáshoz tartozik, akkor ugye el lehet hinni. Tehát, hogy hiába tudjuk, gondoljuk, sejtjük, látok, hallottuk, tapasztaltuk, hogy mondjuk Zámo Krisztián esetében egy mikrofon fegyver. Igen, és van egy ilyen a kocsiába. És közösség elleni izgatás is egyben, igen. Tehát ellene többször eljárás lehet elindítani. Többperes eljárás. Kimagyarázható azért. De akkor ez most megint arról szól, hogy szigorítják, hogy még több bört lehessen lehúzni az emberről? És a rendőr majd picit átkutatja a kocsit? Picit. Vagy meg felszólít majd engem igazoltatásnál, és azt kérdezi, hogy uram, van-e valami elvámolni való? Vagy van-e valami... Fegyvernek látszó tár. Fegyvernek látszó, vagy be akar-e valamit vallani? Ki ez a hülye, aki azt mondja, igen, van két vipera az anyós ülés alatt, meg van egy baseball ütő itt a kesztyűtartóban. Ki vegyen biztos úr, vagy elhiszi nekem, hogy tényleg ott van. Nem? Tehát vagy a rendőr beül a kocsitba, és mint Yoda a csillagok háborújába elkezdi majd így kidobálni az alkatrészeket? Mert ugye, ha téged igazoltatnak, azt nyilván elrakod, nem? Hát meg nálad ugye a székláb az ülés alatt van. Oda most nálam, kell, nálam, de most oda nekem már. Nálam mindig van egy jó székláb. Ezért fontos szerintem, hogy hova teszed. Tehát, hogyha berakod az ülés alá széklábat, akkor miért rejtegeted? Akkor biztos valami olyan célra tartod azt a széklábat, ami mondjuk illegális. És hogyha kirakod a műszerfalra, legyen hát, akkor már lehet. Legyen hátul a hátsó ülésen, vagy legyen tényleg olyan helyen, ami szembe ötlő. De legyen ott egy asztalos telefonszáma is, hogy tudja, hogy oda. Tehát mi alapján dönti majd el, hogy a széklábat... Én nem vihetem el az anyámtól, az anyósomig a széklábat? Tehát, és azt fogja mondani, hogy ez egy megbüntet? És azt mondom, hogy ne büntessem el, mert hát az a székláb, az most viszem szereltetni. Azért, mert ez dugdosod, de ha dugdosod, akkor abból arra következtethet, hogy te azért tartod, hogy azzal valami olyan dolgot kövessél el, ami mondjuk így jogszabályba vág. De hogyha hát például van két szamuráj kardot hátul a kalaptarton, egy szép tartón, egy állványon, akkor azzal nincsen semmi gond, mert ez csak dekoráció. Csak tegyem elé a Kill Bill DVD-t, hogy ez a kedvencem, higgyel. Szerettem. És állítólag elkobozza majd a rendőr. Tehát az új rendelet szerint a rendőr akár el is kobozhatja, mintegy felszólítva azokat, akik ilyeneket hordanak magukkal, hogy ne tegyék, mert hogy egyre többször indul szabálysértési eljárás, ott a rendőr elkobozza. Tehát megtetszik neki például az esernyőt. És azt mondja, hogy te ezt fegyverként használtad, mert látja a szemeden, hogy te ilyen elvetemült vagy. Elveszi az esernyődet, és megbüntet? Azt próbálja, de meg, nézd meg, nézd meg a szemét, nem adja. Vagy például valaki írja a gitár 6 darab folytó zsinór. Tehát ugye, ez nagyon szubjektív. És ha nagyon laza, akkor lehet vele nyilazni. Ez nagyon szubjektív. Aha, lesz. Hogy mit visz, meg mit nem. Hogy mi lesz büntetett. Úgy kell berakni, mintha a kocsiban széria tartozék lenne. Érted? Tehát valahova föl kell szerelni. Itt van például egy kép, ezt nem tudom, láttátok-e, vagy emlékeztek-e rá. Ez az interneten sokáig kering. A baseball ütő fönt a kapaszkodóra felszerelve. És akkor azt mondod, hogy ez a családi kapaszkodónk. Ugye? A kocsihoz kaptuk. Az kemény. Igen, ez széria tartozik, ráadásul egyébként ez annyira profi, hogy színre van fújva a baseball ütő. ABS, ASR, AKM. Egy ilyen baseball ütővel nem akarsz találkozni. Tehát nem. Ez az ablak, az első ablaktól elér a hátsó ablak. Tehát ez a nagy, igazi verseny baseball ütő, nem az a kis fa. Na, ezt felszereteted, és azt mondod, hogy nálad ez a majrévas. Kész. Igen. Akkor nem félsz azóta. Hát olyankor nem.
Norbi még nem szólalt meg idén, nem? De már nem áll. Kérdezz már meg. Szólalja, nincs valami idén jellegű. De nem, hogy nála. Nála mi a fene van az autóban, Norbi? Bagley. Ah, egy jó megszáradt Bagley. És ezt használod is, Norbi? Bagley. Na például tessék, egy jó megszáradt Bagley, szintén fegyvernek minősül. Ja, ott erejék amúgyjuk az anyós ülésen. Mondjuk a Réka csinál egy biceps poszt, és nem akarsz többet verekedni. Ne, befeszíti a vádliát, azt mondta, hogy ne haragudj, hogy ne haragudj. Réka, háromfékarizom. És mindenki elszalad. Na jó, vagy valaki kérdezi, tessék, van egy palacsinta sütő az anyós ülésen, amit te viszel. Ha belealkadsz egy ilyen kicsit ilyen önkéntes rendőri vénával megáldott túlbuzgó rendőrbe. És sok Louis de Funès filmet látod. Igen. Akkor szabálysértési eljárás indul majd ellened? Mert hogy egyébként használhatod arra is, hogy valakit fejbe verjen. Hát ez szakács, tudom, hogy... vagy akkor nem. És ezt hogy tudod beviszni? Gyorsan arra izdara a palacsintát, érted? De? Vagy a rendőr keresztkérdéseket teszi, hogy mi kell a túrótortába, és nem tud megmondani, akkor meg simán. És simán mi van, hogyha egy sushi étteremben dolgozol, és viszed magaddal mindenhova, ugye az egyetlen és örök életre szóló eszközödet, egy hatalmas halefot. Így van, és drága pénzén megvetted, arra vigyázol. Az veled van. Igen, ha? Nem akarod kiadni. Én gyerekek, én továbbra is a széklábban hiszek. Könnyen indokolható. Könnyen. Abszolút könnyen megindokolható. Könnyen elrejthető. Nincs ezzel probléma. Szerintem ez jó. Na jó van, nagyon sok kérdés jött ezzel kapcsolatban. Egyébként, hogy mi az, ami jó, meg mi az, ami nem. Zsebkés lehet, hogy embernél például kérdezi egy hallgató. Igen? Azt hiszem 8 centi. Mi hat? Nálunk van. Mit zsebkés? Mikor azt látom, hogy a Clark Kent tér, elnézést, nem a sörítót akartam, kihajtogatom. Velem szórakozol, köcsök? Ez a cipzárdító. Hogy hívják? Körömreszelő? Ja, igen, fogpiszkáló. Jó, de hova tettem a nagyobb pengét, amivel már ölhet is? Hány meg paraszt, ne gyere közelebb, addig kihajtogatom. De mi egy zsebkés, semmi rugós? Hogy lenne? Nem. Mi, nem tudom, mi ez a zsebkés. Hát az, amit kihajtogat, az a rendes? Nem, a svájci bicska. Ja, az a svájci bicska. Svájci bicska, elég komoly szerkezet. De mitől félsz, hogy leragadsz a Clark Kent térre, és nem tudod kinyitni a lőncsúcs konzervet? Vagy a tofus nejlon nem tudod fölvágni? Nem tudok a gyereknek bájni. Na jó, hát ha tudunk olyan hallgatót találni, akitől már vettek el úgy tárgyat, hogy közben azt valami egészen másra használta, esetleg elkobozta tőle rendőr, akit alaptalanul büntettek meg, vagy próbáltak tőle elkobozni olyan tárgyat. Jó, SMS számunk változatlan 06 70 645 00 00. Jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:48 lesz, pontosan 4 perc múlva. Boldog új évet kívánok mindenkinek! Új évet! Boldog új évet! Hát nem jó. Nem jó benne a nagy szeretet hullámban. A kiégett, szörnyen, felperzselt, ornos esős, 10 fokos januárban még tart ez a karácsonyi lendület? Ez a szeretet hullám nem jó? Egy hét múlva már újra utáljuk egymást, higgyétek el. Most még kedveljük egymást. Én már nem? Most érzek valami furát. Már most jön a gyomrodba az a szorító görcsüget. De most már koncentráljunk a húsvétra. Most már lecsengel. Hát igen. Tulajdonképpen a felkészülés a boldog ünnepeket újra. Na, ugye arról beszélgettünk, hogy szigorítani akarja a rendőrség azt, hogy mit lehet tartani az autóban, és mit nem, és a rendőr eldönti majd, vagy ő hatáskörébe tartozik, hogy eldöntse, hogy mi az, ami hát veszélyes eszköznek minősül majd az autóban, mert hogy nagyon sokszor indult ugye szabálysértési eljárás a 2013-as évben, és nagyon sok mindenkitől sok mindent kellett elvenni, és sok esetben intézkedtek a rendőrök, mert hogy ugye hát veszélyes eszközöket találtak az autóban, és most ugye a rendőr a helyszínen első ránézésre dönthet majd arról, hogy veszélyes-e az, amit viszel, vagy nem. És arról beszélgettünk, hogy egyrészt mit vihetsz, mit nem. Most nem az egyértelmű baseball ütő vipera dolgokra gondolunk, mert honnan tudja a rendőr, hogy az nekem valójában kell, vagy mire használom, vagy miért van ott a kocsiban, vagy hogy békés természetű vagyok-e, nem? Az elmúlt év végén, ahogy játszottuk a szem hármas ugrást, volt egy ajándékunk, ami az egyik benzinkút hálózathoz kötődik. Igen. A Jani a pontjaival a szem ezt többször ki is használta. Ott például lehetett baltát venni. Kislapát. Vagy kislapátot. Elmész a benzinkútra, beváltod a pontot, beteszed és mész haza, és a rendőr elveszi. Na jó, annak kicsi az esélye, hogy pont akkor állítson meg a rendőr, de azért mondjuk, hát figyelj, azért azt mondjuk nem biztos, hogy baj.
Tehát azért, hogy megállít egy autót, egy sima általános közúti ellenőrzés, hogy figyelj hátul egy balta, azért azt legalább próbáld megindokolni. Tehát azzal nekem nincs bajom, hogy a baltára azért a rendőr rákérdezi. Elnézést, tudja, hogy egy rohadt nagy balta van. Pontot váltottam be, na és meg tudom mondani, hogy miért véres, tudod? Tehát, hogy de a baltára azért kérdezzen rá. Az akció ideje alatt ki lehet magyarázni. Jó, megmutatod. Ezt javaslom, már 2 hónapja már nincs az akció vége, ha már még hordja magával ezt a baltát. Igen. Hát amit ő egyébként nem tud értelmezni, vagy veszélyesnek érez, vagy veszélyesnek talál, akkor arra nyilván rá fog kérdezni. Na jó, csak a széklábbal mi van? Ez meg itt micsoda és mire van? Az egy lexikon. Na most. Ja, bocsánat. Na most megint. Jaj, de rohadék vagy. Ugye? Van egy hallgatónk, Attila. Hello, Attila, jó reggelt. Sziasztok. Attila, tőled vettek már el valamit? Hello. Így van. Kb. 2 hónapja egy kést vettek el, ami, hát én tudom, hogy 8 centinél hosszabb vágóélű, viszont ők mindenféle mérés nélkül azt mondták, hogy hát ez 8 centinél hosszabb. Így szemre. De saját tapasztalatból indultak ki, igen. De miért volt nálad 8 centisnél hosszabb kés? Megvadászom, és ezzel zsigellem a lelőtt vadagat. Na jó, és a nagykörúton az minek van nálad? Vadászni mentél akkor, amikor elvették, vagy vadászatból jöttél? Ez mindig itt van a kocsiba. Na, ez a baj. Tokba, kesztyűzatokba elzárva, megtetszett neki, és elvett, és azt mondta, hogy 8 centinél hosszabb a vágóéle. Na jó, de az mondjuk egy exakt dolog, hogy 8 centinél hosszabb nem lehet az autóban. Tehát, hogy ő nem követett el olyat, ami most akkor... Semmit nem követett. Már haladtam az autóval, és megállított helyszíni ellenőrzés. Figyelj, de a vadászoknál lehet 8 centinél hosszabb? Igen, ez egy tavalyi törvénymódosítás, hogy a vadászoknál, aki meg tudja indokolni, hogy miért van nála, annál lehet. És akkor tehát, föltetnek... Ha nekem ez munkaeszköznek számít, minősül, akkor lehet nálam, így van. Aha, és akkor föltet ilyen kereszt kérdéseket, hogy valóban vadász vagy-e, mint hogy kell bebőgni a szarvas decemberben? Vagy... Semmit. Mutassatok meg, hogy kell bebőgni a szarvas, ha meg tudja csinálni, mikor kell bebőgni a szarvas. Kérem, akkor... barcogjon! Akkor nem, maga kérdezett... vadász. Ha nem tudja, maga nem vadász. Semmit nem kérdezett, elvette és följelentett szabálysértés miatt. És nem volt vadászigazolványod, amivel meg tudtad volna mutatni? El sem kérte. És lemérte egyébként a pengét? Vagy tényleg nem mérte. Mérőeszköz nélkül mondta rá, hogy ez 8 centi. Én mondtam neki, hogy ez nem 8 centi. Ez miért nem? Higgyel, tudom, hogy ez hosszabb. Ez hosszabb. Bárcsak más is jó hosszú lenne, ez rohadjak meg, ez tuti hosszabb. Ahogy így elnézem. És rugalmasabb, illetve keményebb. Mennyire örülne az asszony, hogy egy ilyen orszúnak, mi? Na jó, és visszakaptad már? Visszakaptam már, így van. Kivertem a bolét a helyi kapitányságon. A kapitánynak írtam egy levelet, hogy vizsgálja fel az ügyemet, mert semmit nem követtem el vele, kesztyűzatóba volt elzárva a kés, és mérőeszköz nélkül vették el. És én közben beszéltem a megyei vadászkamara titkárával, mert ugyan olvastam a vadász újságba, hogy ez a törvénymódosítás tavaly megtörtént, és a tisztkár úr kérte, hogy küldjek egy levelet neki is, majd ő is felülvizsgálódjat. De aztán nem került sor, mert közben a kapitány kivizsgálta, és így visszakaptam a késemet. Azt hittem, hogy egy szomorú vadászaton lelőtték a haragos társait. Igen. A rendőrt is, meg a főkapitányt is. Na jó, köszi, hogy elmondtad akkor. Ciao. Hello, Attila. Jó, gyerekek, azért egy 8 centinél vastagabb kést elvesz... Egy 8 centinél hosszabb kést elvesz, nem, azért az hát kicsi az esély, hogy pont egy vadászba botoljon be. Tehát azért az nem baj, hogy ezt elveszi, nem? Tehát ha vadászni mész és ott van nálad, akkor oké, de ha nem vadászni mész... Igen, ne legyen minden kesztyűtartóban egy 8 centinél hosszabb kést, tehát az nem akkora baj. Apámtól a kormányzárat akarta elkobozni a rendőr, nem alaptalanul hadonászott vele. úgy indokolt azért. Igen. Nálam egy 80 centis baltanyél van, kérdezték miért, de nem vették el. Mondtam, hogy fejet keresek hozzá. Írja nekünk Péter. Én lassan 20 éve küzdősporttal foglalkozom, akkor a kezem és a lábam is szabálysértésnek minősül? Pontosan. Kérdezi Jóci. Hát ugye ott a küzdősportában nem van, hogy te nem használhatod, mert az fegyvernek minősül, igen. Nem? Ugye, hogy van ilyen, hogy ott de elkezdesz... koboz el. A rendőr ebben az esetben. A fekete övedet. Vagy a danodat. A gyerek 3 jégkorongütője, az egyik kapus, mindig a kocsiban van, de a többi szerelés csak akkor, ha edzésre megyünk. Ezért is megbüntetnek majd? Jó a kérdés. Most, ha nálad van egy hokiütő, de nem tud igazolni mondjuk, hogy ott van a felszerelés is, akkor a rendőr
szubjektív döntés alapján januártól ezt elveheti majd? Érdekes. Aztán Szilágyi úr, minek magának ez a kard itt a csomagtartóban? Ingyen vívok rá, hogy nem utáskodj. Már kimondhatja. Olyan ismerős maga pedig nekem. Nem, most nem is ilyenek már a rendőrök, most tényleg szemétkedünk, de nem ilyenek már. Jó napot. Mi csak azokról beszélünk, akik ilyenek, a többiekről nem. Igen, mert a többiek mindenki. Mert European trendi. Igen, European trendi rendőreink vannak. És mi a helyzet az extra XXL méretű műbránerrel, kérdezi valaki. Hát, ez egy jogos kérdés. Így van. Igen, igen. Azt legalább el lehet rejteni. Hát, ha nincs veled az asztal, nagy bajba vagy azért, ha egyedül ülsz a kocsiba. Ott a negyed még azért csak-csak megoldod. De. Azért egyedül vagy, akkor azért... Hopp. Igen. Amerikai buldog az anyósülésen elkobozza? Kérdezi egy hallgatóm. Hát ezt nyilván kutyát nyilván nem. Mi van, egy vidéki ember vagyok, és megyek a kukoricaföldre kapával kapálni? Hát aha. Akkor megkérdezi majd, hogy mikor aratják az articsókát, nem? És akkor ennyi. A híres magyar articsók a mezők. Hát, mikor aratják? Sétán? Kapálom az articsókát. Teljesen rá. Úgy biztos, hogy most megyek az articsók a mezőkre. Olyat kell kapálom. Most kacsoljuk a kelbimbót. Kacsoljuk a kelbimbót. Igen. Most vetjük az üvegtésztát. Igen. Igen. Csak elbírtuk a kuszkuszt. Most megyünk a tarhogy a földre. Azt mondja, hogy a kis terautóból a bozót vágó kés van az anyós ülés mögött, építőiparban dolgozom, és néha szükség van rá, Tucsó írja nekünk. A bozót vágó kés az építőiparban? Hát miért, ha olyan a terület, hogy gazos? Mit építenek, egy Verencei tó mellett egy wellness szállodától a nádast kell pusztítani, vagy mit kell azzal csinálni? Elég fura. Megyünk ki a cukornád ültetvényre. Igen. Mindig kell. Á, érdekes, érdekes dolog lesz ez. Mindegy, én továbbra is azt kérdezem, mi a helyzet a széklábbal. Tehát arra valaki mondjon nekem egy teljesen egyszerű állásfoglalást. Lehet-e vagy nem lehet? Ács vagyok, van két motoros fűrész és feszítő kalapács, stb. Akkor mi van? Kérdezi valaki. Jó a kérdés egyébként, igen. Nálam a kocsiban egy egyméteres szárított bikapöcs van, nagyon nagyot tudok vele ütni. Egyébként tényleg? Hát ezt ugye korábban fegyelmezésre is használtál elég sokat meg ballatásra. Tehát azért egy bikacsökkel oda vágnak. 8 cm-nél hosszabb nem lehet a kocsiban? Akkor kiszállok. Nagyon jó. Egyébként ilyen szárított bikapéniszt ezt lehet vásárolni például állateledel boltokban is. Mi van, hogyha valaki például szállít éppen? És ott van bent mondjuk 30 darab. Hogy néz ki egy ilyen szárított bikapéniszt? Nem láttam még. Viszonylag vékony, de aha. Meglehetősen hosszú, legalább itt akár lehet 30 centi hosszú. Tényleg? Igen. És irgalmatlanul kemény. És te mire használod? Én? Hát, hogy hosszú utakra megyünk, azt rákcsálom. Ha jobban teljen az idő. Leszedi a fogkövet. Persze, én nézegetem egy a térképet, mindig a trák, csak egyet-kettőt rámarok. Olyan hosszú, hogy a másik végén a gyerek is el tudnám nyomni. Két rágjátok egyszerre, az jó. Mi van nálam egy kanna benzin? Kérdez egy hallgató. Hát, na, az nem arról azért van, hogy az tehát egyrészt nyílt lángot ugye nem lehet használni a közelben, de hogy kanna benzin te autóban nem vihetsz, nem? Csak lezárva a 20 literig, tehát arra is van valami szabályozás. Hát van, de hogy nem a hivatalos kiskan, van a műanyag kannában. Igen, műanyag kannában, az 5 literes. Az 5 a marmon kannát is vihetett szerinte. Tessék, és például én most mondjuk elmegyek síelni, de nem viszek lécet, csak botot. Aha. Hát akkor mert mondjuk lécet, akkor mondjuk egy rohadt néz lesz síelni, igen. Tehát, igen, nagyon nehezen fogok csúszni. Akkor mi van? Hát akkor azt mondod, hogy... rádverek, meg hülyülsz. Igen, de mi van, hogyha például csak szimplán elmész Nordic walkingozni? Oda csak, ugye, a két, hogy hívják, eszköz kell. Az miért egy hülye sport? Nem, az nem hülye sport. Hát az mekkora egy esztelenség, hát azt én nem is értem. Emberek léc nélkül egy bottal a kezükbe hadonászva másszák. Hát úgy, ahogy te látod, tehát, hogy, de egyébként az ugye száraz edzés lenne a síelőknek nyárra. De ezt nagyon sokan csinálják. Igen. Azt nem sikerült megértenem, hogy abban mi a jó. Na mindegy. Jól van, köszönjük szépen az SMS-eket, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a pároloktatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Szép jó reggel! Hello Zsolti! Honnan hívsz minket, Zsolt? Budapest. És éppen Békás megyerről. Festői Békás megyen.
Dunai oldal, vagy a másik oldal? A hegyfelé oldal. Oh. Az a kevésbé menő? A Dunai oldal a menő? Azt hiszem a Dunai oldal az egy kicsit jobb. Aha. Vagy drágább, nem tudom. Vagy a hegy oldala jobb? Melyik a jobb? Hát, csendesebb a hegy oldal. Csendesebb a hegy oldal. Szebb a Dunai oldal. Igen. Mit csinálsz? Ha nagyon Dunai, az nyugodtabb. Igen, mit csinálsz? Éppen indulok dolgozni, gondoltam még ez az Owen bácsi Berunire bepróbálkozok, hát ha jól indul az éves munkanapja. Igen. Ah, ez az igaz, az valami az még hiányzott, igen, én is gondolkoztam, hogy milyen szót tudok ide beilleszteni, de gondolom, a Diós Beigli nem lesz. Az a baj, hogy megkérdezted, hogy melyik a menőbb rész. Most ezen kicsit elgondolkodom. És ez még egy kicsit, hát nem is, hogy... Hát, de mondjuk ez csendesebb azért, hogy... Vagy a Dunára? Egy mondattal összeugrasztottam a békásiakat, de délután 4 órakor ott most egymásnak mennek, hogy melyik a menőbb, a Dunai oldal, vagy a hegyfelőli oldal. Zsolt, te mivel foglalkozol, vagy mit csinálsz? Árnyékor estetnikai cégnél vagyok üzletkötőn. Redőnyöket árulsz? Igen. Igen, na, igen. Akkor mezzi, most mire kell így érzelni? Ezek a modern kifejezések, érted? Árnyékolás technikára vagyok üzletkötő, hogy a redőnyöket árulok. Na, próbálok sötétséget vinni az embereket. Mert az országban... Hát így már értjük, érted? Most egyszerűen mond nekünk, persze. Dolgokat. Egyszerű vagyok én is. Na, tőled is vettek már el egyébként valamit véletlenül, vagy direkt? Igen, valóban volt rá példa. Engem az ősvezértélen kaptak el annó egy jó pár évvel ezelőtt, mint ahogy mondtam, ugye redőnyös vagyok, akkor mi nem ebbe a pozícióba. Nem ebbe a pozícióba dolgoztam. A lényeg az, hogy aznap nem indult az autóm, és hát nyakamba vettem a szerszámos táskát, meg az alkatrészeket, és hát gondoltam, hogy akkor BKV-val elindulok, befejezem azokat a munkákat, ahol engem már vártak. És az ősvezértéren volt egy incidensem. De hol is? Ja, hogy az ős. Igen, nem figyelünk, és? Mit csinál, hát az már az ugrói rész. Tehát az ősvezértéren kaptak el, mikor felszálltam volna itt a buszra. De az ősvezértéren pontosan hol? Tehát a Gombánál? Vagy kicsit balra a Gombától? Vagy? Azon... A Gombától még az IKEA felé. Ja, az, jó, tehát a Gomba és az IKEA között. Aha. Azon gondolkodom, hogy az ősvezértérnek a zuglói, vagy pedig a kőbányai oldala menőbb. Melyik a szebb rész? Igen, és akkor ott elkaptak téged? Igen, elkaptak, és hát elég érdekes volt a sztori, mint egy terrorista. Tehát két rendőr rögtön ott termett, hát egyértelmű, hogy szerszámos láda van nálam, tehát szerszám van benne. Betessékeltek egy Ford Transitba, és akkor ami a csövön készült kipakolni minden. Ugye nálam volt a szerszámos láda, azzal kezdtük. Hát kipakolta be szépen a csavarhúzókat a rend aktív űre, és hát abba kötött bele, hogy a hosszam, hogy ez szúróeszköz. És akkor mindegy óvodás játszottuk azt, hogy mondta, hogy ez egy 10 cm-nél nagyobb szúróeszköz, én megmondtam, hogy csavarhúzóként vettem, hát most mit mondjak erre? Hogy jogos egyébként. De mit, simán egy szerszámos ládával készültél felszállni a buszra, és leszállítottak, és betuszkoltak egy Ford Transitba? Még nem sikerült felszállnom a buszra. Még nem sikerült. Lehet nálad szerszámos láda, nem? Hát itt eléggé rezgett a léc, tehát mondom, miután ezen eljátszottunk egy jó másfél órás volt egyébként ez a művelet, vagy ez a intézkedés. Óra. Egy jó másfél óra, így az van. Az igen, jó sok minden volt abban a szerszámos ládában. Mit szóltak a colostokhoz? Történt abban a transzírban. A colostokban nem kötöttek bele, de úgy kezdtük, hogy először akkor a csavarhúzóban, mint szúróeszköz, amikor látták, hogy erre nem vagyok annyira fogékony, hát azért nem koboztak el semmit. Akkor belekötöttek abba, hogy az biztos lopni megyek, csak nem így mondták ki. De várj, most azon gondolkodom, hogy ez a másfél, miért volt másfél óra, mert ennyi ideig googlizták, hogy árnyékolás technika. Nézd már, hogy árnyékolás technika, mi nem is süt a nap, baszki, hallod? Minek árnyékol ez a csávó, hát nézd, be van borulva. Neciával, kával, írd, bárkevője. Most már én is mulatok rajta, akkor nem. Hát nyilván akkor neked persze, csak másfél óráig, igen, maga a sztori a kemény. Na mindegy, jó van, azóta nem jársz szerszámos ládával, vagy tüntetőre mindenhova viszed magaddal? Nem, azóta állazik, mindenhova kocsival megyek. Kocsival. De még így még nem futottam bele, most már nem tudom, mit csinálják a szerszámokkal, tehát egy ilyen álljunk félre és igazolhatjuk az embert, és megnézzük a szerszámos ládát, hát akkor nem tudom, mi lesz. Igen. Oké, Zsoltán, nézzük akkor, hogy mit énekel Owen bácsi Berunéni, jó? Figyelj! Figyelek! Ja, hogy igen, ez mit csinálnak? Persze, kiestem a gyakorlatból. Mit csinálnának? Hát egyértelműen bimbongoznak. Egyértelműen párbajtő.
Hallod, leesett. És most újra. Hoppa. Nem forgó, ez nem forgó. Nem. Ez sem sima. De is lecsapás, semmi nincs. Szépen csak gyakorolják. Klampár csak saját magával játszik. Igen. Mindig átfut a másik oldal. Na mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Ja, hát ez nagyon könnyű. Meg lesz ez. Leesett a labda közben, hallottad? Nem, csak pihen. Mutassuk még egyszer, Zsolti? Igen, figyelj. A refrén könnyebb lenne. Nincs meg? Valami dereng, hogy felkeltett a reggel. Az. Jó, csak mondd a zenekart, ha megvan esetleg. Leesett a labda, hallod? Igen. Mutassunk hosszabb részletet? Nem, egy pillanat kérek. Mit csinálsz? Ja, hogy gondolkozol. Összekészíti a szerszámot. Nagyon jó. Megnézi, meg van a cost. Jó, a szöveg, csak nincs benne a dal cím. Mutatunk egy hosszabb részletet, azt gondolom. Egészé talán, nem? Te jó vagy. Hát ez ciki lett volna, nem kitalálni. Ez nagyon, igen. Igen, szép volt, jó van, gratulálunk. Felszaladt a redő. Így van. Oké, van egy ajándékcsomagod, és benne is hagytunk mindent, jó? Hálásan köszönöm, további kellemes napot. Köszi neked is. Jó árnyékolás technikát. Vigyázz a szerszámos lenne valaszt. Megy sötétíteni. Köszi Zsolt, hello. Sziasztok. Ciao. Nagyon jó. Figyeltétek, hogy gumipadlón játszanak? Ja, de nagyon, ha igen. Nagyon hamar, vagy linoleum, vagy valami, mert nagyon hamar, nem pattog sokat a labda, igen. Na jól van. 8 óra van pontosan, újra jönnek a hírek, aztán jövünk mi is vissza. 8 óra múlt 11 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, bujék! Bujék! Meddig még? Hát még a mai nap belefér. Ezt megbeszéltem, ma még bujékozunk. Így van. Nem? De ha már zöld erőből járunk, akkor már nem. Igen. Senki ne szedje le a karácsonyfáját, mondjuk most, mert ha minden igaz, holnap szeretnénk elindítani egy fotópályázatot, méghozzá keressük majd az ország legrondább fáját. Jó, ezt lehet az is, hogy valaki leszedi a díszeket, és még egy kicsit rajta hagy, levág belőle két ágat, tehát lehet ezeket a fotókat nyugodtan majd kicsit úgy kozmetikázni. Minden esetre szeretnénk megtalálni az ország legrondább karácsonyfáját, ami még áll, kicsit lefelé konyul, kevés dísz van rajta, szörnyű, de nem internetről letöltött képeket keresünk, hanem tényleg a szobában lefotózott, igazán rondára sikeredett fenyőfákat. Kibontott szaloncukorpapírok. Már csak azok vannak rajta, igen. Ez lehet éppen még akár egy kidobás előtti fa, ami még áll a szobában, de lehet égőkkel, nagyon gicsesen, nagyon rondán, még karácsonyi ajándékokat is alá lehet tenni. Tehát egy újabb fotópályázatot hirdetünk, ennek majd szintén lesz nyereménye. A morningshow.hu-ra lehet föltölteni, úgyhogy aki szeretne benevezni, az még egy-két hétig tartsa a fáját. Vagy legalábbis akkor gyorsan. Egy-két hétig. És tartani nem kell, nem, csak le kell fotózni ma. Ja. Tehát, hogy ma még ne szedjétek. De ha vannak esetleg olyanok, mint például mi is, akik már leszettük a fát, akkor díszítsetek fel újra. Vagy menjetek ki az utcára, vigyetek be egy kidobott fát, díszítsetek fel. Igen, amit Jani is mond. Mert hogy megválasztjuk majd az ország legrondább karácsonyfáját. Hát egy kép keringett, azt én megkaptam. Megkaptátok a neten? Az döbbenetes, hogy néz ki. Megkeresem. Egy ilyen feldíszített fáról nem kaptátok meg? Nem. Nem? Na, mi nem is fogjátok, mert nem találunk. Jó, de ahogy így meséltél róla, hát borzalmasan nézetek ki. Hihetetlen durva sztori, hát megláttam, már nem akartam el. Na, nézzünk gyorsan egy-két közlekedési hírt. Azt mondja, hogy az Őrsvezértéről írt valaki, de nem azért, mert hogy ott származott a játékosunk, vagy ott kapták el, hanem ott most minden rendben. Sárgán villogott egy jelzőlámpa, de már megjavították, hál' Isten. M7-es 42-es kilométerénél készülnek fotózni, és az M5-ös Szeged felé vezető oldalán a 118-as kilométernél fekete kutya a belső sávban. Vigyázom mindenki, ezt Jana küldte nekünk. Trafi az M3-ason, a 204-es kilométernél Budapest irányában, Jani üzente, és a 10-es úton egészen jól lehet haladni, nem ehhez vagyunk hozzászokva, üzente nekünk Árpi. Most azon gondolkodom, hogy az Őrsnek vajon a Pillangó utcai oldala, vagy a Cinkota felé néző oldala lehet a menő. Szerintem, ha Békás összeugrott, akkor most már ugrasszuk össze őket is. Én nem tudom, nem vagyok annyira otthon Őrsvezértérben. Tudom, hogy van ott egy gomba, meg egy áruház, vagy több is. De nem vágom azt a részt annyira. Keveset járok. Sétáruház is ott van. Aha.
másik oldalon a nagy bevásárló. Buszpályaudvar. Hát az gyönyörű. Na, szép. Metró végállomás. Metró végállomás. Jaj, tényleg majd arról is beszéljünk valamikor a héten, az új metró megállókat már meg lehet nézegetni. Jó, majd beszélgessünk. Szóval jó, majd dumáljunk, majd, hogyha majd van valami zene. Megnéztem. Küldjél fotót. Gyerekek, amikor átadják, felszállok a négyes metróra. És csak úgy. Egyrészt rohadt nosztalgikus lesz, mert 15 éve nem metróztam, hál' Isten, szerencsésnek mondhatom magam, hogy autóba tudok járni. Minden egyes megállónál leszállok majd, és mindegyiket körbejárom. Én láttam fotókat, hát ezek ilyen építészeti remek művek. Én nem gondoltam, hogy a négyes metróvonalán én nem tudom, miket építenek. Nagyon durvá. Az egyik mozaikból van kirakva, bizony, a másik nem tudom, hogy van megvilágítva. A harmadikon LED sorok vannak a mozgó lépcsők gumikorlátja alatt. Olyan futurisztikus, gyönyörűek. Tehát az egyik, alig várom. Az egyik úgy néz ki, mint valami ilyen, nem is tudom, mint valami ilyen diszkó konkrétan lemész, és kékkel van megvilágítva a fotók alapján az egész. Tehát van egy olyan hangulatvilágítás, ami szerintem tehát nem az építkezés idejére világították be, hogy kék lemész, és az egész kékre van világítva. Gyönyörűek. Vannak köztük tényleg nagyon komolyan. Kicsit túlzónak érzem, igen, tehát azt gondolom, hogy azt a pénzt talán lehet más, hogy se lehetett volna költeni. Az kicsit, 5 évet. Igen, de hogy ugyanakkor ez gyönyörű. A négyes metró teljes vonalán pótlóbuszok jár. Már látom magam előtt itt a BKK Facebookon. Nem, azt hiszem, a négyes metró a Kálvin téren találkozik majd a hármas metróval, és ott is valami olyan... A tervek szerint. De egyelőre nagy a baj, mert a munkások nem találják egymást. Pedig már régen kellett volna találkozni, de két munkás keresi egymást másfél éve lent az alagútban. Olyan mozaik sor van ott is, vagy valami olyan alagút, ami átmegy az egyikből a másikba, hogy elképesztő. Most volt valami internetes portál, egy összeállítás a már kész megállókról, hát gyönyörű lesz. Hát és komolyan. A legfuturisztikusabb az egészben, hogy van olyan rész, ahol már hagytak egy nyílást az ötösnek. Mondjuk én addigra már halott vagyok, sajnos. De talán a Benny azt látni fogja. Ne. Igen, akkor már látom magam előtt, hogy néhány archeológusot a tecsetekkel tisztogatja a csontvázatot. Ahogy fekszel bent a Karadai Márván kriptát. Igen, gyerekek, mi az ötöst valószínűleg nem fogjuk megérni. Sajnos vannak olyan dolgok, ami nem, nekünk már azt kell, hogy mi már akkor nem leszünk. Hát ez az ötös. Merre akarják vinni az ötöst? Milyen vonal? Na most megfogtál. Szerintem ezt még ők se tudják. Tehát ez a kérdés azért, ez szerintem ez most még nagyon korai, Feri. Ezt még azok se tudják, akik már egyébként rajzolják az ötös metró nyomvonalát. Szerintem a logikus az lenne, hogyha mondjuk délre hoznák le. Tehát így Erzsébet. Itt Makrigi alosz. Igen, Tesszaloniki. Igen, és Pretória. Hát az mindenképpen. Na, Schumacherről akarunk egy kicsit beszélni. Mert egyrészt azt gondolom, hogy aki szereti, aki nem, teljesen mindegy, a dolog szerintem mindenkit megrázott. Tehát ezt így elolvastad, és azt gondoltad, hogy Jézusom, hogy milyen esendő az ember, meg mennyire hirtelen történhet valami, ugye? Szerintem nincs olyan ember, aki ne tudná, hogy mi történt Mihály Schumacherrel. Én pont sieltem, és mondom, hogy én végi jelnek vettem, hogy akkor eljött a pillanat, hogy eddig sisak nélkül, de akkor most bennem kell egy sisakot, behalottam a kis síboltba, és vettem egy sisakot. És ugye ellentétes hírek szállingoztak vele kapcsolatban, gyorsan, mert nem ment gyorsan, nyilván a német bulvár is felkapta, és a Bild azonnal megírta, hogy hát Jézus Mária, hogy 200-zal ment, meg 150-en, meg nem tudom, miket írtak. Aztán kiderült, ugye, és állítólag most már videók is vannak az eséséről, hogy egyáltalán nem ment gyorsan, sőt, mi több, ő ugye megállt segíteni, és a közben történt a baj, de hogy egy ilyen 15-20 km/h sebességgel ment, csak sziklás részre tévedt, ahol az egyik szikla katapultálta, és fejjel szegény ugye ráesett a másik sziklára állítólag. Hát ezek a hírek, nem lehet tudni pontosan, hogy mi történt. De ez pályán kívül volt, ugye? Tehát hogyha én normál síterepre megyek, mondjuk Németországba, akkor ott azért egy fekete pályán sincs szikla. Vagy hát ez két pálya között történt. Ez két pálya között történt, igen, általában azért mondjuk, ahol ő síelt a francia Alpokban, ott azért azok nagyon jó helyeknek számítanak. Tehát világviszonylatban is, mondjuk francia sípályák, azok világhírűek, ott azért ezeket elkerítik. Aha. Tehát ott felhívják a figyelmedet, kitáblázzák, táblával jelzik, hogy melyik használható pálya, melyik nem, hol vannak a lekerített részek, elkerítik hálóval. Igen, ez egy érdekes dolog, hogy tudott ő úgy átsielni, ha valóban ez történt, segíteni az egyik elesett társának, hogy közben sziklás része keveredett, hogy azt ott miért nem
kerítették el, vagy táblázták ki, hát nem szerintem tudom, nem volt ott látható ez, tehát nem volt egy egyértelmű, hogy itt ez egy ilyen sziklás terep, valószínűleg hóborította azokat a sziklákat, tehát hogy ez így nem volt egyértelmű. Ráadásul őről a köztudott, hogy nagyon sportos mind a mai napig, és egy nagyon rutinos síelőről van szó. Hát, hogy nem egy ilyen csetlőbotló emberkét képzeljünk el, nem úgy működött ő a sípáján, mint ahogy mi. És vagy ahogy én, bocsánat. És ami a hát nálad biztos, hát, tehát az gond, fia, de hogy nálad az is ez jobban sílok, egyszer már létszem állt, ugye? Aki nálam rutintalanabb a sípályokon, az még nem született meg. Igen, konkrétan, mert egyenlő vagy egy éves gyerekkel. Körülbelül mind a kettőtöknek ugyanegy rutinja van. Ez persze nem baj nyilván, hát nem vagy egy havasi ember. Nem vagy egy lapföldi. Na, visszatérve Schumacherre. Igen, azt akartam mondani, hogy számomra egyébként az egész sztorival az volt a legmegdöbbentőbb, hogy ugye az ő egy olyan sportágból jön, ahol sajnos kimondatlanul is azért mindig így azzal kacérkodnak a versenyzők, hogy gyakorlatilag életveszélyes szituációba keverednek. Tehát egy veszélyes technikai sportról van szó. Neki is volt már dupla. Neki is volt, így van, neki is volt. De azért minden. Az egész pályafutása úgy zajlott le, hogy nagyon-nagyon komoly balesetek elkerülték. Szerencséje volt, ráadásul ő egy precíz emberke volt, odafigyelt arra. De most volt az Origón egy baromi nagy cikk arról, hogy ezek az emberek egyébként nem tudatosan a veszélyt keresik, tehát mindenki, aki Forma 1-es pilóta, magát az adrenalint keresi, de nem azért csinálnak ilyen dolgokat, hogy a veszélyfaktort azért ők is megpróbálják ugyanakkor minimálisra csökkenteni. És itt ugye állítólag ő nagyon-nagyon lassan ment. Aha. Tehát, hogy én nem hiszem, hogy ő felelőtlen lenne. Na most pont ezért akarom azt megkérdezni, hogyha valaki 20 km/h megy, sisak van a fején, akkor hogy a francba lehet ekkorát esni? Hát, ha mondjuk sziklára esel előre, akkor teljesen mindegy. Tehát például a szikla téged megfog, felsielt a sziklára, az ugye olyan, mintha lefékezne konkrétan, vagy elakad benne a léc, vagy lefúródik a léc. Hát akkor az azt jelenti, hogy te tulajdonképpen egy 20 km/h sebességről nullára lassítva, ugye egy fejes ugrásban mész előre. Ugye nem is nagyon tudsz mit csinálni, nem tudod előre tenni a lábad rajtadon a léc, nem tudom, hogy a léce mondjuk leoldott-e, kérdés, hogy milyen volt a kötése, de hogy ott időt sincs nagyon hárítani. Nyilván jó reflexei voltak, tehát megpróbált ugye, és vagy a sapkát húzta oda, és megpróbált úgy, hogy a fejével tompítani, hogy mondjuk rajta van a sisak. Meg a sisakokat sem úgy kell elképzelni, hogy ezek 100%-os védelmet nyújtanak, illetve hogy minden egyes ütés, minden egyes felületet úgy le tudnak tompítani, vagy a felülettel történő találkozást, hogy megvédenek. Adott esetben, hogy ez egy ilyen hegyesebb szikla darab hát volt, és egy pont a koncentrát, akkor az összetörik. Az összetörik. Igen. Na, most nyilván mindenki neki drukkol, és élete legnagyobb csatájáról van szó, persze, tehát hogy ez nem kérdés. Nagyon fura, hogy egy barát azt mondja, hogy jobban van, közben a menedzsere cáfolja a barátot, tehát hogy még ilyen szűk körben és mennyire ellenmondásos információk szivárognak ki, nem? Hogy egy barát mondatait cáfolta a menedzser, és azt mondta, hogy senki nem ad tájékoztatást a Schumacher állapotáról, csak a család, vagy csak az ügynöke. Tehát még a barátnak se lehet hinni. És ugye felbukkant egy magyar idegsebész ebben a történetben, ez az érdekes, dr. Csukai András, aki elmondta, hogy ő kikísérletezett, rájött, kifejlesztett, kutatott egy olyan eljárást, amivel lehetne segíteni, vagy meg lehetne gyorsítani Schumacher felépülését, vagy legalábbis egy műtétet lehetne eszközölni, ami ugye segítene. De hogy ez ilyenkor hogy megy, hogy te felhívod az ottani kórház, és azt mondta, hogy jó napot kívánok, ez is ez vagyok, olvassák el a kutatási eredményeimet, küldök 3 darab e-mailt, valaki majd visszaszól, hogy kell vagy nem. Hát ha annyira jó vagy ebben a szakmában szerintem, meg ez egy olyan világrengető újdonság, akkor lehet, hogy már tudnak is róla, nem? Igen. A kinti orvosok, tehát akkor azért vannak ilyen szakmai lapok, szakmai fórumok, ott valószínűleg erről ők már tájékozódhattak. És akkor írsz egy levelet, hogy igen, én itt vagyok, Magyarországról szóljanak, ha kell, akkor megyek, segítek. Na, de te nem tudsz semmit, ugye, mert hírzárlat van, nem? Ja, az állapotról. Te tulajdonképpen nem adnak ki semmit. A hírzárlat van szerintem kifelé, a nagy közönség felé. De mondjuk orvosnak szerintem kiadhat? Szerintem simán előfordulhat, hogy pontosan azért, hogy vannak olyan számunkra, a hétköznapi emberek számára ismeretlen fórumok, meg olyan kapcsolati lehetőségek, amikor két szakember egymással tart, mondjuk telefonon keresztül, vagy akár az interneten keresztül egy ilyen kis, rövid kis szakmai konzilió. Ez nagyon érdekes, hogy a vér az agyban, meg ezeket, szerintem ezeket mondták, nem? Vagy én emlékszem rosszul a hírekre? Hát szerintem azért ezek ki vannak csontozva elég rendesen, meg a hétköznapi emberek nyelvére le vannak fordítva ezek a dolgok. Még nagyon sok a fél információ nyilván, persze. Igen. Na, nekünk sikerült megtalálnunk azt a magyar orvost, aki ugye több e-mailt is küldött,
és megpróbál Mihály Schumacheren segíteni. Dr. Csókai András idegsebész itt van velünk. Jó reggelt kívánok, jó reggelt, doktor úr! Jó reggelt kívánok! Doktor úr, kezdjük kicsit az elejéről, mert érdekel minket a dolog nagyon, hogy ez ilyenkor hogy megy, hogy a doktor úr hallotta nyilván, hogy mi történt. És ilyenkor effektíve a legegyszerűbb módon e-mailek formájában, ahogy különböző cikkekből lehet most olvasni, kiküldött a doktor úr egyfajta ajánlatot, vagy önéletrajzot, vagy kutatási eredményeket? Nem, azért ez ennél egyszerűbb a dolog. Igen? Hogyha ilyen helyzetben az ember megkeresi az illető kórházat, illetve orvoscsoportot, és faxon, e-mailen azért el tudja érni. Én csak egy ajánlást, egy véleményt írtam. Hogyha a koponyaüri nyomás fokozódással van a baj, akkor mit ajánlunk. Ez most már különben nem aktuális valószínűleg, úgyhogy ez a dolog lecsengett, mert aki egy hétig életben marad egy ilyen súlyos sérülés után, ha utána esetleg meg is hal, nem valószínű, hogy a koponyában létrejövő hatalmas agynyomás okozná a fő bajt, hanem inkább magának a sérülésnek a helye, illetve az egyéb szövődmények, tehát ez körülbelül a negyedik, ötödik napig volt, azt hiszem, igazán aktuális általában ez a helyzet. És azon francia idegsebészek, akiknek a doktor úr e-mailt küldött, ismerték ezt az eljárást, vagy válaszoltak egyáltalán? Nem, azt én nem tudom, hogy ismerték-e, vagy nem ismerték, hát gondolom, hogy kaptak rengeteg e-mailt, mert ilyenkor a szakma is nyilván segíteni akar, nem okoskodni, segíteni. Nyilván persze, de senki nem feltételezi, persze. Igen, és azért nagyon sok e-mailt kaptak ők ilyen irányba, úgyhogy nem, erre nem is gondoltam, hogy ők válaszoljanak. Ha úgy gondolják, hogy valami hasznos tanács, akkor megfogadják, nem. De valószínű, hogy végighúzták a emelkedett koponyaüri nyomás fázisán a konzervatív terápiával, illetve avval, hogy a vérrögöket eltávolították. Tehát azt kell elképzelni, hogy zárt tér a koponya, egy nagy nyomás keletkezik az agyduzzadás miatt, meg a vérzések miatt. Az agyduzzadást lehet gyógyszeresen kezelni, illetve lehet úgy kezelni, hogy leemeljük a koponyatetőt, illetve a vérszűkítő vérrögök eltávolítása jön szóba, és az megtörtént még a vasárnap, illetve hétfő éjszakán, és valószínű utána ezt az emelkedett nyomást gyógyszeresen, illetve hűtéssel, a mélyaltatással, és ebben próbálták csökkenteni. Ez egy kardinális kérdés, ettől még semmi nincsen megoldva. Most már az egy hét után valószínűleg úgy áll a dolog, hogy az orvosi beavatkozásoknak az ideje úgymond lejárt, meg kell próbálni a beteget stabilan tartani, ami sikerült, és térdre imádni, és kérni a Jóisten segítségét, hogy hozza vissza ezt a szegény sportolót. Most ha jól tudom, akkor a doktor úr több szakmai díjat, meg elismerést, meg kapott nemzetközi szaklapokban, tankönyvben publikált. Igen, nem. Ez nagyon kedves, hogy mondja, de ez már... Nem, kérdeznék, nem is azért, hogy hanem hogy mennyi idő, amíg ez mondjuk, mondjuk van a doktor úrnak egy újítása is. Amíg már ebbe a stádiumban, amíg egy ilyen újítás átfut. Igen, tehát ezt akarom kérdezni, hogy amíg ez az újítás mondjuk átszivárgott. Azt mondják, hogy 17 év. 17 év. De jó Isten! Tehát van egy korszerű, újszerű dolog, egy újítás, amire mondjuk egy orvos rájön, kutatja, fejleszti és működik, akkor az kb. 15-20 év vagy 17 év, mire a hétköznapi gyógyításba átmegy? Amíg tankönyvi adat lesz és irányelvekbe bekerül. Atya Isten! Hát természetesen, ha már itt tartunk, nagyon sok visszajelzést kaptam a világ minden részéről, hogy alkalmazzák, de hát azért széles a világ, hát az nem, szóval mondjuk igen, sok nehézség van, amíg elterjedt. Pláne ugye azoknál az eseteknél, ahol az élet-halál mesdjéjén vagyunk, mert ott semmilyen egyértelmű. Szóval azért az egy nehezebb helyzet. Mert ezek a úgynevezett végső kétségbeesett megoldásoknál ugye rengeteg az elhalálozás, az ilyen súlyos koponyasérülteknek a halálozási aránya 50-60-70%. Tehát nagyon, tehát ezek nem az ilyen helyzetben, ugye hát rengeteg
újraélesztés történik, és az újraélesztésnek a túlélési aránya mondjuk 10%. Tehát rendkívül sok a sikertelen. Aztán aki nagyon sokan, akkor kiábrándulnak, hiába van egy új metódus, tehát sok nagyon bonyolult ezekbe a legsúlyosabb helyzetekbe egy új dolgot keresztül vinni. Harcolni kell érte. Doktor úr, azt hadd kérdezem meg, hogy ilyenkor hogy van, hogy ha valaki még balesetet szenved, akkor ott a kórházban, aki van, az műti, vagy mondjuk nyilván a Schumacher esetében azért ilyenkor az ország, meg a világ minden tájáról oda repülhetnek specialisták, neki is van egy tímje. Nem, azt az ottani lévő, az Emmanuel G. professzor úr, azt hiszem az az osztályvezető, talán nem tudom pontosan, hogy most ő az osztályvezető, az operálta, ilyen szempontból nincs így. Ezek olyan akut történések, hogy nincs idő az utazgatásra. Tehát ez nem úgy működik, hogy mondjuk van egy agydaganat műtét egy nehéz, nagyon nehéz helyen, és akkor az várhat egy-két hónapot vagy hetet, és akkor van, de ilyenkor olyan akut történések vannak, hogy aki ott van, megvalósítható. Egyébként maga a koponyasérült ellátás szakmailag, tehát technikailag, idegsebész technikailag messze nem a legnehezebb feladatok közé tartozik, de az kétségtelen, hogy nagyon sokszor élet-halál kérdésről van szó, mivel 1,5 millió ember hal meg évente koponyasérülést követően, és 16 év alatt a vezető halálok, 16 év alatt vezető halálok, és 40 év alatt is az egyik vezető halálok. Tehát mondjuk ez egy sajnos, ugye hát tudjuk, nem kell ezt ecsetelni, de a közlekedési baleseteknél például, ami ugye mindennapjainkat érinti, a torony magasan a legvezetőbb halálok a maga a koponyának a sérülése. Itt a felépülésnél ilyenkor mi számít? Ugye azt is lehet hallani, hogy minden egyes kómában töltött nap egy hónap rehabilitációt az igényel. A mélységes igazság az, hogy nem tudjuk prognosztizálni. Hogy nem lehet. Nem tudjuk a súlyos koponyasérültet, nem tudjuk prognosztizálni. Ha felébred és mutatja azok a funkcióknak a romjait, amelyek feljavítása lehetséges, akkor lehet valami prognózist mondani. De CT-kép, ikoma, még a CT-kép alapján se tudunk. Volt olyan betegünk, aki 3 év után ébredt fel, és döbbenten álltunk, hogy miért nem ébredt fel a CT-képe alapján. És volt olyan beteg, akire azt hittük, hogy ez nem ébredhet fel, és fölébredt és rehabilitálódott, tehát hatalmas a szórás, itt szép lehet az ember, de okos nem, nagy alázattal valóban térden állva, az Úr Jézushoz imádkozva lehet ezeket a betegeket kezelni és vigyázni rájuk. Egyik legnehezebb feladat, de nem technikailag nagy kihívás, hanem fontosan emiatt a prognózisa miatt egy. Akik egyébként felébrednek, azokról van valamilyen információ, hogy mit mondanak arról, hogy emlékeznek-e bármire, hogy mondjuk éveken keresztül kómában volt? Szintén ebbe is szórás van. Van, aki semmire, és van, aki meglepő dolgokra emlékszik. Tehát azt akarom mondani ezzel, hogy a halál közeli helyzet az valóban egy, hát inkább a misztérium kategóriához közelít. Nagyon nehéz a tudomány exakt módszereivel vizsgálni. Ezt tudomásul kell venni. Tehát aki a tudomány módszereivel akarja vizsgálni, gyakran ugye tudomásul kell venni, hogy teljesen vakvágányra jut, vagy vékony jégre téved. A halálról, hát az misztérium. Igen, ugye nagyon érdekes cikk volt most, hogy rengeteg minden számít, hogy ki beszél hozzájuk, hogy ér hozzájuk, mit mondanak neki, testi kontaktus, tehát nagyon érdekes volt. Az agyhalott beteg is érzi a szeretetet. Igen. Nem egy ilyen eset volt, egyet személyesen láttam, hogy agyhalott volt a fiatal beteg, 22 éves beteg volt, már vitték donációra, és ott voltak a hozzátartozók, beszéltek hozzá, garantáltan semmiféle, nem, semmit nem fogott fel maga az agy, de megindult egy könnyezés, a szeretetet érzi. Hát ez is látszik, hogy egy ilyen misztérium. Hát jó Istennél vannak ezek a dolgok. Igen. Doktor úr, nagyon-nagyon szépen köszönjük, és nagyon jó munkát kívánunk. Köszönjük szépen. Jó Isten áldjon Önöket. Köszönjük szépen dr. Csókai András idegsebésznek. Köszönjük szépen. Milyen érdekes dolgokat mondott azért, nem? Nagyon. Hát ez a legmegdöbbentőbb a dologban, hogy
hogy akár egy hét múlva is felébredhet, de lehet, hogy egy év múlva sem. Igen, igen, igen. Na jó, hát drukkolunk neki mindenféleképpen Schumachernek. 8:30 múlt, pontosan 4 perce jönnek a hírek, 3-as ugrásra lehet jelentkezni SMS-ben, mi pedig itt vagyunk mindjárt. 3:49 lesz, pontosan 3 perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Bujék, bujék! Kevés a közlekedési hírünk egy picit, nem tudjuk, hogy ennek mi az oka, talán az, hogy még kevesebben dolgoznak? Nem, hát 6-án most már a legtöbben mennek, elindul óvoda, iskola, közlekedés, vagy csak minden rendben van, de kevesebb jön, mint amennyi szokott jönni, úgyhogy ha valaki tud, lát, valamit tapasztal, hall, néz, tud, olvas, akkor küldjön nekünk, mert kevesebb jött, és nem tudok nagyon semmit mondani. Azon kívül, hogy van egy trafing az M7-es 42-es kilométerénél, és az M5-ös Szeged felé vezető oldalon, egy oldalán a 118-as kilométeren fekete kutya van a belső sávban, és még mindig ott van. Úgyhogy vigyázzon mindenki. Nem annyira nyomasztó ez a január, mint szokott lenni valahogy. Nem érzem azt a fajta dopamin, szerotonin kiürülést, ami akkor van. Azokat én semmikor. Egyszerűen úgy átállt a magyban, hogy vége van, és ha ezt így tudatosítod magadba, akkor így sokkal könnyebb, mint ha még kicsit így depizel, hogy milyen jó volt ez a két hét, nem? Hát meg 16 fok van, hát most mit akarsz, tavasz. Így van. Csúnya böjtje lesz ennek, nem? Elfagy majd, a mi fagy el ilyenkor, Feri, te vagy a... Minden. Minden? Minden? Hát majd tavasszal. De miért fagy el, ha még nem kezdett el virágozni? De az a baj, hogy elkezdett, egy csomó minden elkezdett rügyezni. Ilyenkor megindulnak a fák 16 foknál, már simán. És utána vége van, mi? Minusz, igen. És lefagynak, ezt ennyi. Vicces volt, mert azt írták tegnap, hogy milyen meleg rekord közeli állapotok voltak Kaposváron. Több mint 16 fok volt. Meleg rekord dölt meg. Mi az, hogy több, de akkor 17, nem? Akkor miért nem azt ért, 17 fok volt? Ja, igen, több mint 16, mennyi 21. Igen. Több mint 16. Na, viszont egy újabb terv, ha gyűjtünk egy kis pénzt, olvastam itt a szünet alatt, hogy fapados űrutazás jön, olvastátok? Szenzációs a dolog. Tudod, mennyit kellett eddig fizetni azért, hogy föl tudjál menni az űrbe? 3-4 milliárd forintot. 12 millió forintból már úgy néz ki, hogy a 2014-es vagy 15-ös évben föl tudsz menni egészen magasra, hogy már lásd a földnek a görbületét. Lehet, hogy csak még 16-ban indul. És mitől fapados? Csak oda? Igen. Vagy állójeggyel. Állójeggyel. Nem. Ugye eddig körülbelül 20 millió dollárt kellett becsengetni, hogy mehessél. Na most az, a 20 millió dollárhoz képest a 12 millió forint azért az meglehetősen fapadosnak mondható. Május 17. És a föld légkörének legfelső rétegeibe visznek el, ahonnan már ugye látszik a halvány kékség, látszik a feketeség, és 8,5 órát utazol egy körülbelül 60 ezer dollárnak megfelelő összegért. Ez nem egy nagy összeg, ahhoz képest, amennyi volt mondjuk 4 milliárd forint. Hát sőt, nagyon olcsó, de azt hittem, hogy utazol egy min? Egy léggömbön. Mi? Kicsit fapados, egy nyomorult, egy űrhajó. Egy léggömbbel visznek föl. Tehát az űrutazás lényege az, hogy egy 1,1 millió négyzetméter felettű léggömböt 2 óra alatt érik el a körülbelül 30 kilométeres magasságot. Ez a stratoszféra határa egyébként. Ott te fotózol, van wifi a kabinban, azonnal tudod posztolni a fotóidat, és utána szabad esésbe jössz le egy 4 percig, leoldják a léggömböt, maga a kabin egy 4 perces szabad esésben lejön, és utána valóban becsapott az arizonai sivatagban. És ez 12 millió forint. A 4 perces szabad esés azért az vidám. A 3,5 perc, 4 perces szabad esés van, igen, amikor az utasok megtapasztalják, hogy milyen a súlytalanság. Mert akkor ugye valahogy olyan íven jössz le, hogy 0G van, esel, és te közben súlytalanul repkedsz. Utána nyit egy ejtőernyő? Utána van egy fékezőernyő, igen. Magát a kabint lefékezik a fékezőernyők, és becsapódsz az arizonai sivatagba. Ez már nem tűnik elérhetetlennek. Sok a 12 millió, nem azt mondom, de 4 milliárdhoz képest ez nem rossz, nem? Nem a pénze az... sok, hanem azért, tehát hogy 4 percig esel a föld felé. 4 percig súlytalanul repkedsz ott, mondjuk tized magaddal, igen. Azt nem lehet esetleg kérni, hogy mondjuk az óceánba esünk, és ne az arizonai sivatag, mert valahogy nekem az egy picit olyan döccenősebbnek tűnik. Miért a homok tompi? 50 méter felett már azt mondják, hogy mindegy, hogy víz vagy beton. Tehát ha a stratoszférából érkezel, akkor ne gondold azt, hogy a hullámok téged. De legalább a tudat. Igen, a hullámok téged olyan szépen elnyelnek. Na ezért az Anetka milyen magasan volt? 158 az. 160-162 cent, igen. Ha magas sarkút vett fel, 170. Ő felment valamilyen leszakadt miggel, nem? Azért annyira nem. Szerintem annyira nem volt leszakadt az a mig.
De... Hát valami ilyen 254-esre fölültetek, és akkor fölment, ott csinált két fotót, elment ugye Csillagvárosból, készült kicsit. Igen. Csak hogy tudjuk, hogy magasabban lennénk, mint a Netka, vagy aki fölmegy. Szerintem körülbelül ugyanaz. Körülbelül és 30 kilométert karcolt alulról? Igen. Láttam fotókat, gyerekek, ez szenzációs. Lehet. Tehát ott az egy olyan misztikus élmény lehet, meg egy annyira földön túli, hogy ott szerintem... Amikor azért... én negligzsébe takarított? Amikor ült a Budapest TV-n egy bőrkanapébe egy hatalmas nagy Antarktisz méretű terpesszel a lába között, és betelefonálókkal beszélgetett, arra emlékszem egyébként, igen. Vagy mesztelenül tornázott. Emlékszem, hogy szép idők voltak. És elindultak a kalapos izék kutatók a dzsungelbe. A Budapest TV-n akkor egy generáció szocializálódott. Zseniális, tehát, volt. Zseniális volt. És azt lehet kérni, hogy Lexike legyen az idegen. Lexike Space Project tervezeti. És azon gondolkozom, hogy befizetsz 12 millió forintot, mi van szar a társaság? Hát figyelj, 8 óra azt azért ki lehet bírni. Pesgőt kapsz, koktélt is kapsz, és benne van az árban a 12 millió forintban az utaskísérő rövid eligazítása. És állítólag már látszanak a fénylő csillagok. Hát azért az... Most 8,5 óra lett egy rövid eligazítás. Hát ez csak egy rövid eligazítás. Rövid, de fontos. Azt ne húzza meg. Mondom, ne! De mi egy ilyen űrutazás? Mi az eligazítás? Hogy jön egy SUV, és akkor nyakába tesz egy ilyen mentő mellényt, és ugyanúgy megfújja, mutatja a vészkert. Vagy hogy kell elképzelni? Mit tudsz csinálni? Tehát mit kell rajtad eligazítani? Bármit te ott meg tudsz majd oldani önerőből? Vagy meg tudod menteni a helyzetet? Miről szólott egy eligazítás? Ugye, tehát olyan nagyon sok mindent ott nem tudsz csinálni. Nyiss ki a száját zuhanás közben. Az fontos. Nehogy a nyomás. 2006-ban nézem, Anetka egy MiG 31-essel ment fel 30 kilométerre. Igen. Hát akkor ő is ott volt. Ott. Az hogy csinálta akkor ő meg? Vagy oda valaki befizette? Beült, becsukták a tetejét. Na jó, tehát nem minden. Gyújtást adotta. Gyújtás, igen, hidegindítás. Ízító gyertek, egy kicsit melegedtek. Nem, én azt hittem, hogy valamilyen bagatel magasságban volt. Tehát mi vagyunk 10 000-en az utasszállítóval, ő meg fölment 13 000-re, és akkor ha ő fölment 30 kilométerre, hát akkor az ott a stratoszférának a teteje volt. Na most azért érdekes, mert komoly kiképzést kapott, tehát most ide meg nem kell kiképzés? Bocsánat. Igen, ő kiment Csillagvárosba, és igen, kiképezték. Bocsánat, hogy tiszteletlen vagyok, éveleje van, ha engedjen meg magamnak, hogy volt, kijavítanálok benneteket. 45-55 kilométer magasságba jutott el a mozgási energiának köszönhetően. 30 kilométeres magasságig emelkedtek a hajtóművek segítségével, de ott kikapcsolták a hajtóművet, és a mozgási energiának köszönhetően, mondom, 45-55 kilométer magasságig emelkedtek a MiG 31-jel. Lehet, hogy nem így tervezték, de ez történt. Lehet, hogy ezen már a pilóta is csodálkozott. Ütögette, hogy nem kéne ilyen magasan lennünk. Olyan is tervezettel a vízszerrel. Igen. Mert hát miért nem osztok kettő? Tehát akkor fölmentek majdnem 50 kilométer. Igen. Tehát akkor befizesz 12 millió forintot, és nem tudod lepipálni a Netkát. Hát, nem is lehet. Mi van? Hát hazamegyek, elolvasom az egészet. Figyeljetek, aztán onnan 18 kilométeres magasságig zuhani kezdtek. Ebből a következően 8 percig voltak a súlytalanság állapotában folyamatosan. De az nem zuhansz, tehát a súlytalanság az nem a zuhanás. Hagyd, hogy javítsak ki olyan dolgokat, amiről fingotok. Ami egy olyan balgasság, hogyha űrutazni akarsz, a súlytalanság nem zuhanás. A súlytalanság az, amikor a súlytalanság állapota a zuhanásból következett. Tehát a súlytalanság, meg a zuhanás, az nyilván nem ugyanaz. Ebben osztom a nézet. Figyelj, most két asztrofizikus megbeszélgetés. Figyelj, milyen magasrögtű beszélgetés lesz ez. Kedves kolléga, hadd javítsam ki, a súlytalanság nem a zuhanás. A súlytalanság az, amikor 0G van. Tehát ugye most te állsz 1G-vel. Ez az 1G. Van a negatív G, van a pozitív G. Lefele mész, fölfele mész. Súlytalanság, amikor a plusz 1G, meg a mínusz 1G kiegyenlítődik, és 0G-ben vagy. Az a súlytalanság. De akkor te nem zuhansz, hanem egy ilyen parabolisztikus, egy nem tudom milyen pályán esel lefelé. De nem fejjel lefelé zuhan, mint ez a telefon. Ha ezt most lejtem, érted? Hanem elindul, és egy ilyen kicsit egy ilyen parabolikus íven, így szépen egy íven jön le. Akkor van 0G, kiegyenlítődik az 1G. Vadon professzor úr? Ez a telefon, ez itt a kezemben, ez 0G. Nem, ezt így elejtem. Ez nem null, ez nem, tehát ez a zuhanás, de ez nem 0G, mert hat rá a gravitáció. Tehát ez akkor mínusz 1G-vel rohan lefelé, vagy 2-vel. Hát ez most mínusz 2 kiló. Ez most mínusz 140 000 volt, igen, betört a kijelző. De egyiket a súlytalanság állapotát azt lehet reprodukálni akár bármikor egy sportrepülőgéppel is. Igen, a sportrepülőgéppel, tehát én amikor besenyével repültem, akkor megmutatta,
hogy most ugye azt mondja, hogy súlytalanság, és egy ilyen szépen, egy ilyen lefelé ívelő pályán hozza le, és akkor a kezed elkezd fölfelé emelkedni. Akkor van nulla G rajta, tehát nincs rajtad G, az a súlytalanság. Vadon professzor, cáfolja ezt? Nem, egyet tudok érteni. Ez a súlytalanság. És ez 4 percig éled át? 8. 8 percig? Ők 8-ig, 2x4. Hát ez úgy volt, hogy 4-ig a pilóta, 4-ig az Anett, és így 8. De nem, mert azért ott, nem, azon gondolom, hogy milyen, amikor ott egy sztyúvival, meg egy pesgős üveggel, meg pesgős porra, akkor ott 8 ilyen multimilliómossal azért ott finoman ellebegsz, nem? Kicsit odaúszol a levegőbe mellé, kicsit visszaúszol, hát annak azért van egyfajta, hat arra mennek a sztyúvira, mert már kicsit berúgtak, a sztyúvi is ott elleg, vagy le vagy kötve, és úgy vagy súlytalan, mert az úgy elég nyomorult, nem? A súlytalanságban az orgazmus is tovább tart? Persze. Kész, nem, csak könnyebben tudod arcon lőni magad. Igen, és nehezebb terbejteni, mert sokkal tovább tart az út. Illetve el tudod kapni a levegőben, és meg tudsz vele dobni. Én annyira kipróbálnám ezt. Magát a súlytalanságot. Mindig, amikor látok űrhajósokat, annyira irigykedem, mert annyi humorforrás van benne, hogy te mit tudsz elengedni, meg hogy tehát amikor a könycsepp ugye elindul a szeméből, kijön, és ott lebeg előtted a könycsepp, a vízcsepp, ugye, vagy megmutatták, hát, hogy az a baj, hogy minden csepp. Tehát, azért egy tűszentesz egy nagyot, és hogy mindenki elkezd menekülni a kabin másik. És én így átdobom neked a zsebkendet, hogy rohagy meg. Nem, azt az orosz űrhajósok megmutatták, hogy ugye egy szatyorba kakilnak. Tehát az úgy néz ki, hogy ő letolja a nadrágját, fogja a kis szatyrot, és ha nem talál bele, akkor még kézzel utána tudsz nyúlni, és vissza tudod rakni az acsiba. Zacsival elkapod. Mondjuk ott azért milyen nagyot... Elkapod. Még Feri elmenne vécére, mi azért ott egy nagyot teniszeznénk, nem? És kézzel, amikor visszafordít, mert ugye nyilván nem csekkolod mindig, hogy mi történik bent a kabinban, és kézzel, hogy a műszerektől érted, visszafordulsz a kis jegyzettömböddel, és fordulsz meg így szépen lassan, és egyszer csak azt látod, hogy valami már nagyon közel lebeg az arcodhoz. És először így nézed, és azon gondolkozz, hogy vajon mi ez? Fel trüffel? Vagy a pilótáknak még pempőt kell fogyasztani? Igen, és így megpróbálsz előle kijönni. Így, és megpróbálsz alá fordulni. És a szerencséd van, így elúszik így a felettel. Igen, és ekkor én megérkezek egy lepkehálóval. És megpróbálom szépen finoman visszahúzni. És próbálod figyelmeztetni a hölgyet, aki még ott van veled a kabinba. Vigyázz! Nagy esdó! A súlytalanság alatt nem lassan ja, mondjuk hang. Igen. Mondjuk igen, miért beszélünk úgy, mint a hülyék? Tehát a súlytalanságnál vajon ugyanúgy tudsz beszélni, ugyanúgy, nem? Igen. Tehát nincs ez, hogy vigyázz, kaki! Viszont a mozgás azért az nehézkesebb. Az nehéz. Az sokkal nehezebb, igen. Főleg egy hasmenés esetén. Hát próbálj meg egy szatyrot magad alá rakni. Hát gondold, de mire beszakkörözött saját magad alá egy ilyen félig lebontott, de ilyen teljes szatyrot. Ugye akkor megpróbálsz, nem tudod, hogy jó helyen van-e. Akkor elindul a dolog, ha egy pici darabot meglátsz, már látod, hogy a szatyor nincs jó helyen, megpróbálsz igazítani, ugye hátrébb húzod, igen. Akkor elölindul el van, mert azért az egy macerás dolog ott fönn. Mi van, ha 12 millió forintért rányon a szarás? Bocsánat. Na, akkor mi van? Na, 12 millió becsengete, és ott szarod össze magad a többiek előtt. Azért az milyen kellemetlen. Akkor azt bemész egy súlytalanság ilyen WC-be, és akkor ott megmutatják, hogy ezt hogy kell. Mert ott egyáltalán most hát tényleg egy nagyon buta laikus kérdés. Hát csak van budi. De ti okosak vagytok is, hogy ott van fönnszag? Ez egy jó kérdés. Tehát szag terjed. Van, ez hang terzen. Nincs, szag van. Mi hang? Mi nincs hang? Hol? Hát fönn az asztrofizika professzor. A világűrben nincs hang. A világűrben belül van, mert ott van levegő. Tehát mindent hallasz. Így van. És érzel is. Igen, csak ennyit hallasz 12 millió. Kukoricát, nem is ettem kukoricát. Hallasz egy irgalmatlan recsenést, és ne, a napeleme, ja? Csak nagy a baj. Tényleg, hát azért ehhez képest így 12 millió forint, ilyen kalandokat tudsz átélni, azért nem egy akkora összeg, nyilván sok. De hát akkor ott kapsz egy eligazítást, hát azért ez nagyon sok humorforrás. Ami hárman fölmennénk, hát, szerintem jól szórakoznánk. Főleg abban a 4 perc súlytalanságban, nem? Hát igen. Főleg, hogyha mondjuk mi egy olyan géppel mennénk fel, vagy olyan űrállomásra, ahol beüzemelnénk az első vízöblítésest, hogy még nagyobb legyen a baj. És ők így dobálóznak egymással, azt láttam. Szenzációsak, nagyon sok ilyen súlytalanságos videót nézek, mert imádom. Már hogy egyik asztalonot dobálja a másikat? Nem, hogy úgy adok át neked valamit, hogy elindítom a levegőbe. Az megérkezik, visszadobod, zsebkendő, nyáldarab, ceruza. Tehát ők jegyzetelnek valamit, átadom neked a ceruzát, úgy elindítom a ceruzát. És te érte nyúlsz és a levegőbe. És szemmel kapod el. Igen. Ez szenzációs. Egy falatod. És átúszik egy fapsír.
egy darab császárszalonna így átúsz. Az a baj, hogy szerintem mi semmit nem látnánk abban, hogy milyen szép a kilátás, mert ezzel szórakoznánk végig, azt elhiszed? Egyébként azt meg lehetne csinálni, hogyha például át akar a felé küldeni az én számba egy kis rozét, akkor ő még be se fejezte, amikor a vége már elért hozzám. De hogy gond szívószálam? Tehát, hogy még nálam nem, van. Átfújja. Hát a Feri tudja azt, hogy ő óron szívja be, és fújja ki a száján. Óron vissza vár. Vagy vissza a száján pohárból, és közben már óron fújja át neked. Simán egyébként. Az nem annyira jó. Ja, gyerekek, azért ez, hogy még hogy a pénzem boldogít. Azért akinek van fölösleges 12 millió, és erre egy fölülsz, hát 60 ezer dollár, gondold el, hogy ott dollármilliómos vagy, az azt jelenti, hogy 60 ezer dollárt annyi pénzzel járkálsz a zsebedben. Nem pénz, nem? Ez brutál, brutálisan sokan fognak menni. Nem? Most egy orosz, vagy egy amerikai, vagy nem tudom, egy japán, vagy kínai dollármilliómosnak most 60 ezer dollárt becsengetni, hát nem egy megterhelő összeg. De ki akar ezekkel fölmenni? Mi az, hogy ki? Bár. Hát úgy lenne igazán jó móka, hogy neked valaki összedobta pénzt, sincs ott ülsz, nem tudom, hány milliómos között, és játszol a súlytalansággal. Kaptál születésnapodra tandemugrást. Kicsit igen, más, egyszer. Meg kicsit olcsóbb. Ja, hogy kussoljak arra. Igen. De hogy képzeld, hogy az van, hogy egyébként utazol fel. Mennyi ez forintba? 25 ezer volt a tandemugrás. Ja, nem az. Ja, az 13. Ezt tudom, hisz már mondtad 20-szor. Minden nap elmondom neked. Nem, az 60 ezer dolar, 13 millió forint, 12 millió forint, nem tudom. Hát most kedves hallgatóink, hát azért. Nyitnánk egy bankszámlaszámot, dobjátok már össze nekünk. Na jól van. Oké, hármas ugrás, játsszunk már is egy hallgatónkkal. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Halló, sziasztok, jó reggelt, Szilvi vagyok. Sziasztok, nagyon örülök, hogy beszélhetek veletek. Te jó. Mi is örülünk. Ma nincs óvi. Szer. Igen. Hihetetlen, hogy nem vagy még óvodában tényleg. Olyan kis lányos kis hangod van. Nem, tényleg nagyon gyerekes hangod van, olyan kis pajkos gyerekes. De cukker. 26 éves vagyok. Oh. Igen. Igen. Te jó. És mivel foglalkozol, Szilvi? Hát én több lábon élek, gyerekeknek oktatok táncot, és egy üzletben is eladó vagyok, úgyhogy... Táncot oktat? Milyen táncot oktatsz gyerekeknek? Jazz balettot. Hát egészen óvodás kortól felnőtt korosztályig. A gyerekeket tök jó oktatni szerintem, mert őknek mindent el lehet adni. Igen. Igen, nagyon aranyosak. És vannak szülők, akik még hisznek a jazz balettban? Igen. Volt egy ilyen nagy jazzbalett hullám, amikor mindenki jazzbalettezett, emlékeztek? Igen. Tehát 90-es évek, mit csinál jazzbalett? Mondta Istenem. Egy 14-es fiú. Nem emlékeztek el? Mindenki jazz. Azt hitték, hogy az a menő. Azt hittem, ez lecsengett. Nem, ez még most is nagyon menő. És akkor ott fiúk ott ilyen kis vékony, ilyen kis naciban ott ugrálnak? Nem, fiúk azok nincsenek. Fiúk nincsenek, hál' Istennek igazából. Ha vannak, akkor csak ilyen egy-egy darab, de azok is így kiesnek egy idő után. De úgy, miért mondod, hogy én inkább lányok. Azért, mert én jobban szeretek lányokkal dolgozni, hát mert én is ezt tanultam, és nem tudom, nekem ez valahogy a lányosabb hát, dolog. Jani, hát meg persze, hogy hál' Istennek, hogy fiú ne jazzbalettezzen. Hát, miért ne? Miért jazzbalett? Te is. Hát most ott érted, ugrálnád a kis, nem tudom, padod őket. Ne, a csajok jazzbalettezzenek. Úristen, de jó, hogy veletek beszélek, el sem hittem. A fiúk azok tűzzománcozzanak, vagy nem. Ó, igen, vagy horgoljanak. Hát ne jazzbalettezzen már egy fiú, nem? Hát most nem is hát értem. Hát egy jó goblány szakkör azért szerintem mindig jó, mint egy jazzbalett. A Bennit biztos, hogy beíratom tűzzománcra. Hogy fog örülni. Honnan hívsz minket egyébként, Szilvi? Csorna. Ó, igen. De sokat járok arra. Tényleg? Szereti a körforgalmat. Nem, mindig Csorna át, körforgalom balra, Szombathely felé. Igen. Átmegyünk a vasúton, és akkor is jövünk. Nálunk ez a hétvégi program. Nem, ott van, mindig van trafi, lefotóztatod magad, és visszajössz. Ott van még ez a babakék transporter, nálatok ott áll mindig egyébként. Ott szokott, igen, igen, szokott, abból mérnek, igen. Babakék, hát inkább olyan szürkés, ezzel már egy-kétszer nyitottam vitát a párommal is, hogy az most babakék, vagy szürke, én szürkét mondtam, ő babakéket. Nem most ebben. Nem mossák szerintem, egyszerűen csak porosodik. Tudod, mit akartam kérdezni, hogy a fiúknak milyen táncot ajánlasz? A fiúknak? Igen, ami szerinted meg akkor jazz balett. Latin tánc. Igen. Latin-amerikai tánc. Ez jó. De ja, úgy latin, azt hittem, hogy ilyen Gaudemus meg. Nem. A Benny most néptáncozik, de ha kicsit idősebb lesz, lebeszélni. Az is jó, a néptánc is nagyon jó neki. Igen, igen. De ilyen kalapba botta a kis Lajbiban? Aha, igen, egy ilyen egy műbikaszőrben, persze. Igen, gumicsizmában, persze. Pörge bajusz van neki, ragasztva. Pörge bajusz kütyi a parkettát, igen. Jobbra kettőt, balra hárban, elkapom a jó anyádat. Hihetetlen, azt hittem, nem is jártál az óvodánkba. Milyenek a kérdések, Jani? Hú, fogalmam. Na, ez őszinte volt, ez tetszik.
Hát könnyűek legyenek, mert sajnos nincs semmi segítségem. Egyedül vagyok, és még internet sincs a közelemben. Nem is nagy baj az. Jó, okay. Így szól az első kérdés, jó? Okay. Dedikált egér alá tétét mondjuk. Mi Szlovénia nemzetközi gépkocsi jele? SLO. Így van, látod, hogy megy ez. SLO. Még ne örülj, nincs vége. Mehetünk okay. tovább? Hát nem tudom, mennyire nehéz. Most ne kérdezz már majd mindegyik. Milyen jellegű? Egyre. Sport. Sport, hát az meg jöhet. Kinek sport, kinek szabadidő? Hoki. Mehetünk? Igen. Hány percig tart egy játékrész egy jégkorong mérkőzésen? Ne kapkodj. Oké. Okay. Hát tippelni tudok csak. Aztán vagy jó, vagy nem jó. Szerintem 20 perc. 20 perc, így van. De jó. Igen. Hú, de jó. Jöhet a harmadik kérdés? Hát, nem tudom. Én megelégednék ezzel a kettővel is. Jó. Meg már annak örülök, hogy beszélhettem veletek, úgyhogy szerintem hagyjuk a harmadik kérdést. Jó, hagyjuk. Legalább Janinak megmarad egy holnapra. Jó. Jó, oké, akkor megvan az egér alátét, és megvan a dedikált szatyor, például ez önmagában visszahajtható, nagyon szeretik a csajok, ilyen bevásárló szatyor, Klassz FM-es, de lehet, hogy lesz még nyakbalkasztó, hát ilyen kis apró kis mindenfélék, jó? Szuper, oké, köszönöm. Köszi a játékod. Én köszönöm, puszi nektek, nagyon jók vagytok, sziasztok. Szia. Hello, hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Három perccel elmúlt, 9 óra jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi is. 9 óra múlt, pontosan 17 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani, sziasztok! Sziasztok! Új évet, sziasztok! Boldog új évet! Sziasztok! 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 Jó vagytok, jó vagy, jó vagy. Hasi pasi, tele, jó vagy, jól tett. Aha, most betoltam egy Rudit. Szerződés hosszabbítás volt, hogy lejárt a nem, maradt. Fizetésebből is maradt még decemberen. Ja. Igen, egy Rudival indítottad a reggelt, úgy gondoltad, hogy persze, de meg legyen a napi reggeli. Minőséggel természetesen. Helyes. Egy kis cukorkoma egy kora reggel, az nem. Az mindig olyan. Cukorkoma. Egy kis cukorkoma. Egy jó 12-es cukor nincs az abban. Napam. Én mindenféle csirákat fogok enni most, képzétek el. Igen. Na, teljesen. Most, hogy kitavaszodod? Meddig? Elmegyek rügyet zabálni. Nem, ugye a ti táplálkozásatokkal az a baj, hogy... Ja, igen, hogy... Nincs csütörtök? Halló? Nem, hogy mindent megsüt az ember, megfőz. Ez az európai konyha egyik legnagyobb baja sokszor. És átállsz a nyers ételek evésére, mindenféle csirák formájában, akkor elképesztő változásokat lehet a szervezeten belül meg kívül reprodukálni. Hm. Tehát, de mi fog változni? Hát minden. Hát, a körmed állapota, a hajad, a bőröd, az üdességed, a szellemed, a gondolkodásod, minden megváltozik, hanem nehéz ételekkel terheled magad. Ez a csíra evés, ez tulajdonképpen különböző növényeket még csíra formájában fogyasztasz el. Nem, erre kell szokni az ízüket, de egy hét után teljesen rá lehet kapni, és olyan szinten energetizál, hogy nem tudod ezt másfajta táplálékba bevinni. Ugyanis ugye hát, ha húst teszel sokat, az ugye megterhel, stresszhormon, egy csomó minden. Viszont a csirákat, akkor ugye élő dolgokat viszel a szervezetedbe, ami teljesen átalakítja a szervezeted működését, de már tudati, meg gondolati szinten is egyébként. Mikor kezded? Hamarosan, most beszerzem, van egy ilyen bolt, ahol ilyen csírákat lehet kapni, és utána átállok erre, nagyon szívesen beszámolok erre. Szóval, ha elkezdted, és akkor utána a harmadik... Ha ingerült vagyok 3 napig, az akkor tudjátok, hogy csírát és a harmadik reggelre egy nagyobb reggelit akkor behoznék. Nagyon jó. Ez a szokásos, a csonkával, izével. A hét, jó, én akkor is a csírát választom. Nem azt jelenti, hogy nem fogok ilyeneket enni. Csak olvastam például nagyon sokat két ünnep között, hogy még mivel mérgezzük magunkat. És például azt mondják, hogy a régebbi disznóvágásoknak köszönhetően a disznóhússal ugye rengeteg stresszt hormont viszel a szervezetedbe. A malac levágásánál ugye a disznó átéli a halálfélelmet, és ezt hosszú perceken keresztül nyújtották. És azáltal, hogy a malac stresszelt azon, hogy ő meg fog halni, és tudja, hogy nem egy hülye állat, bármennyire is annak gondoljuk, ez a stresszhormon, ez szépen átszivárog a vérbe, a húsba, mindenhova. Hát ha stresszelt, és nem unta már nagyon az életet az ólban, és ha akarta magától dobni amúgy. Ha csak nem megváltásként gondolta halálra, és már nagyon várt, hogy levágják. És például, ha kevesebb húst fogyasztasz, vagy több élő táplálékot, akkor ezek a stresszhormonok is szépen kivezethetők a szervezetből, és által, ugye ezért nem mindegy, hogy az vagy, amit megeszel, mondja a mondás, mert hogy ez nem csak a hasadat, meg a bélműködésedet, mit tudom én, midet befolyásolja, hanem a gondolataidat, tudati, szellemi szinten is
tényleg azzá válsz, amit megeszel, és azonosulsz a táplálékkal. Ezért nagyon fontos. Egy nagy füstölt kolbász vagyok. Kókuszos kocka vagyok, túlorudi vagyok. Jó, most na, jó van, nem akarlak benneteket ezzel. Ez a stressz, ez egyébként igaz, mert a régi disznóvágásokról apám is mindig kiabált meg. Bőle, megint van részeg. Gyere, combosz úrta magát a bőle. Az előbb még tele volt ez a rohadt üveg. Így. Hát igen, jó van, de akkor csírát. Nem, most nem azt mondom, hogy mindenki táplálkozon csírával és fényel, tehát nem ezt mondom, fény, csak örülök, nekem, most pont látom, csak kipróbálom. A pinyóval nagyon kicsírázott a krumpli, majd akkor ezt elhozom. Lecsipeget. Figyelj, bármilyen csírát látsz magad, vágd le, hozd el nekem, előszeretettel fogyasztom. Hát csak sikert. Majd beszámolok róla. Jó, hogy áll a csírevés? Jó. Mondjuk, mi nem vagyunk tipikusan európaiak. Ebből a szempontból nem az európai konyhához tartozunk, mert mi, tudod, Lőrinc, ez délre van, mi már a mediterrán. Mi már nagyon sok olivát használtok, mert nagyon sok olivabogyót, meg fett a sajtot. Na, közlekedési híreket kértünk, és jött is egy csomó, szemezgetnék belőle, ha nem bánjátok. Persze, olyan, várjuk. Így van. A 405-ös úton őzikék szaladgálnak, nagy köd is van, ezt Edek küldte nekünk. A 86-os főúton Vasegerszeg belterületén trafi, egy kocsi beállóból, mindenki lassítson, üzeni nekünk Zé. Trafi Pax Veszprém előtt a 8-as úton, Székesfehérvár felől, üzente Béci. M7-es 63-as kilométernél KPM a leállósában, azért a szemem a pályán van, Béla papa az Ivekós küldte nekünk. Sajó-Szentpéter belterületén szintén trafiznak, ezt Samu üzente, csak úgy, mint a 8-as főút 47-es kilométerénél, de szerintem ezt az előbb mondtam. A 42-esen, az M7-esen nincsen trafi, ezt elküldték nekünk többen is, az egy téves riasztás volt, köszönjük szépen. És jött még egy, felhívnám minden autóstársam figyelmét, hogy az autópályán, az M0-áson a szélső sáv is használható. Nincs leöntve savval, nem lesz elátkozva, aki ott halad. 80-nal ott is lehet menni. Ja, és a kressz szerint jobbra tarts van, ezt Göndi küldte nekünk. Tehát, hogy nem akarnak kihúzódni jobbra, ugye? Igen. És van még egy közérdekű bejelentés, azt mondja, hogy a BKK tájékoztatása szerint, ezt most komolyan mondom, hogy a szállópor légszennyezettségi szintje a budapesti mérőállomásokon két egymás követő napon is meghaladta a tájékoztatási küszöbértéket, úgyhogy ha valaki esetleg a gyerekekre, az idősekre és a krónikus betegekre akar egy kicsit gondolni, akkor az inkább hagyja otthon az autóját. Vagy azt hittem, most a gyerekeket és a krónikus betegeket hagyja otthon. De most ha én autóba ülök, akkor most nem gondolok a betegekre? Vagy most mi van? De most én egy szemét vagyok, ha autóba ülök? Igen. Gyerekek, nekem a tarlós az etalon ebben. Te azt mondja, riadó, páros rendszám letesz, én leteszem. Azt mondja, nincs jeló. Nem hagyom otthon. Tegnap mondták, hogy riadó. De még csak ilyen tájékoztatási riadó. Hát igen. Az mi az, hogy tájékoztatási riadó, hogy hamarosan riadóztatnak? Igen, tájékoztatnak, hogy jelezni riadó kell, lesz. Hogy ne legyen esetleg pánik. Hogy ne az legyen, hogy amikor a tarlós odáll, hogy hívják el a Budapest címerrel is fölrakja a légóparancsnok sisak. Igen, és közben a szirének. És akkor lesz ez a páros rendszám, páratlan rendszám? Összeadva kell nézni, hogy páros vagy páratlan, vagy az utolsó számot kell. 7, meg 1, meg 8, várjunk a pályát. De hogy volt ez? Páros, páratlan, ugye? És akkor vagy a páros, ment, a nulla mi volt? Zöld a ruletten, de hogy mi? Nagy pénz. Mi a nulla? Mindig közlekedhetek, ha nullára végződöm? Várjál, hiszen a nulla az párosnak számít. Nem, nem számít egyiknek sem. Na ezért kérdezem, hogy... Matematikailag nem akkor számít. Akkor mindenképpen számít. Otthon maradom. Kerendőrt összezavarod vele? Igen. Doktor úr, nézze meg, nullás vagyok. Akkor mehetek. És akkor, hogy a páros letette, ugye akkor ment a páratlan. Másnap a páratlan tette le, és akkor ment a páros, ugye? Értelemszerűen. Biztos úr, három szám van egymás mellett, ez páratlan, nem? Na, ugye? ugye? De nektek két autótok van, fogadjunk, hogy az egyik páros, a másik páratlan. Két autónk négy rendszámtáblával. Tehát, hogy de ugye előbb van. Nekem szmogriados rendszámtáblám is van, bemondja a tarlós páratlan, már csavarom is le, teszem fel a másikat. Nem, akkor nyilván nem, én 3 éve vagy 4 éve is volt akkor, vagy ez még lehet, hogy a Damban volt, és akkor még a Demszki volt, nem tudom, de hogy letettük. Tehát akkor volt ez a páros páratlan, és akkor abba hagytuk. De már ennyire rossz, akkor miért nem kezdik el szabályozni? Tehát miért kell megvárni, mindenki megfullad? Ha már most mondják, hogy riadóztatni lehetne, mert annyira szörnyű. Akkor miért nem dobják be, és akkor hamarabb kiürül? Miért kell megvárni, vagy gondolom van egy határérték, nem? Aha, de most az éjszakai eső az elverte a port, az volt a hírekben. Ja, hogy esett egy kicsi? Igen, hogy akkor most még sincs. Most egy tarlós úr visszatette a sísakot a szögre. Igen. Na, egy nagyon helyes történetet olvastam, és ezt meg akarom veletek osztani. Ez Kína nyugati részében Shenzi tartományban történt. No, mindenkinek meg, hogy ez hol van. Ugye? Hogy ne. Shenzi tartomány, hát nem hallhatsz meg. Kököjsz és Boboly szak között. Így van, nem hallhatsz meg úgy, hogy nem jártál ott.
Egy kisfiú játszott a könyvekkel. Mik történnek a Csenci tartományban? És hagyta a család, hogy összetépjen régi könyveket a kisfiú. És a kisfiú élt is a lehetőséggel. Már rohadt náci. Igen, de könyveket semmisít nekem, milyen világ ez. És régi könyvekkel játszott, azért adták oda neki ezeket a könyveket, hogy lekösse magát. A gyerek egy ideig tépkedte a könyveket, majd egyébként bemászott az ágy alá, amit a család már nem vett észre. Kint foglalatoskodtak. A konyhában a kisgyerek bemászott az ágy alá. Ez eddig olyan, mint valami ilyen játékos találós kérdés. Ja, hány éves volt a gyerek, és hány könyvet tépett össze? Az ágy alatti dobozban több millió forint készpénz lapult, amiről a gyerek nem tudta, nyilván két évesen, hogy ezt nem szabadna megsemmisíteni, és apró miszlikekre tépte össze a család több mint 20 éven keresztül spórolt pénzét. De durva. De hogy kínaiak miért forintba spórolnak? Hihetetlen. Mennyire hülyek, hogy nem értik, hogy abból semmit nem tudnak venni. Hát persze, a gyerek nem ismerte meg. A család összes megtakarítása ott volt az ágy alatt, a gyerek apró darabokra tépte. És az a szomorú történetben, hogy szerettek volna elköltözni, mert valami szegény negyedben éltek, gyűjtögetek hosszú éveken keresztül, és új lakás előlegre gyűjtöttek pénzt, amit a gyerek körülbelül fél óra alatt megsemmisített. Új évkor szerették volna megvásárolni az új lakást ebből az előlegből. De érdekes. Apró darabokat tépte a gyerek. Ezek szerint ott se túl kecsegtető a banki alapkamat, meg az államkötvény. Igen, ott is a párnacihában tartják. Igen. Ott is kamatot vágtak. Igen. Na, hogy ilyenkor mi van? Hát ragaszgatod a pénzt, nem? Vagy nem lehet bevinni a bankba? Hogy nem. Tudnád már összeragasztani? Hát, figyelj, na, hát nem de előbb-utóbb kész vagy. Figyelj, ha kettőbe van tépve, akkor azt simán beváltják a bankba. És ha hatba, akkor nem? Hát szerint akkor már azért... Ha van ilyen tépési limit, ki van írva, hogy két tépésig váltunk, hat tépésig nem váltunk. Ha megvan minden egyes darabja, összecelluxozod egy kicsit a hat darabot, akkor szerintem be kell váltani. Na, ez most jó kérdés. Szerintem igen. Na, az előbb még nem. De most meggondoltam magam. Egyébként a gyerekeknél érdekes, hogy hogy szúrják ki azt, amihez a leginkább nem szabadna hozzányúlni, nem? Hogy? Ügyesen mondom neked, nagyon ügyesen. Mindig a legdrágább cuccot kell tönkre tenni. Tehát most, amikor elmentünk síelni két ünnep között, egy ilyen házinénénél laktunk. Ausztriában. Igen, de ezt már mondtad. És kiégett egy izzó. Egy ilyen fali égőből, vagy egy ilyen lámpából, vagy villanyból, vagy milyen. Kicsit kezdek új sztorit mesélni, mint a Teddy a heti hetesben. Nem ilyen se vége. Nincs benne poén, csak mondom. Nem baj, dobálom a labdákat. Én jó, Teddy lettem. Jó, dobálom a labdákat, tényleg ráfűzítek. Én nagyon hosszú. És kicsavarta a Viki az izzót. És mondta, hogy vigyem le, szóljak a házi néninek, hogy cserélje ki az izzót, mert az a Beninek volt ilyen olvasó lámpája, vagy mit tudom én. S hogy mondtad el neki németül? Izzó kaput? Ja, grüszgott, izzó kaput, meine Liverdam. Kaputen pilácsen. Kaputen pilácsen, nicht kinder. Nem, angolul, nagyon jó beszélt angolul. És... A Viki. A gyerek, te hülye. A gyerek fél perc alatt megtalálta, hogy tud úgy belenyúlni, nem nyúl bele, meg nem történt semmi baj, csak elindult, és fél perc alatt úgy, hogy a szoba másik pontjá volt, valahogy a szemes sarkában látta, hogy kitekeri a Viki az izzót, és elindult, hogy belenyúl a 220-ba, a foglalatba. Fél perc alatt vette észre, hogy veszik ezt észre a gyerekek, hogy mi a legtörékenyebb, hogy mi az az egy dolog a lakásban, egy karácsonyi dísz, bármi, amihez nem lehet hozzányúlni, és azonnal mászik oda, ez valami tudat alatt éreznek. Vagy az, hogy te mennyire félted, vagy a Viki fél percig azon stresszelt, hogy ott most nincs benne ez az égő, és megtalálja a gyerek. Fél perc alatt ott volt, és már nézte, hogy mit lehet beledugni, miért van ott lyuk, mit csavartunk ki. Nem nyúlt bele nyilván. Benny, nicht kleine ujje mataten. Hogy ez így hogy van? Nálatok nincs ilyen, hogy mondjuk kisebbek nem voltak? Ugye? Dehogy nem, nálunk, ami így áldozatul esett az első lépéseknek Pannánál, az egy állj meg. Tehát a drágább. Állj, de mi mondtadik, hogy állj meg? Á, állj meg, de nem érted, és oda megy a számító, meg. Egy Macintos számítógép, amiről köztudott, hogy nem olcsó szerkezet, és az én kedvesem olyat használt annak idején, és az volt az, amikor a pohárból való ivást tanulta, akkor így nagyon örültünk, hogy már megy, de aranyos vagy, édesem, jaj, de jó, apa kiszad a konyhába, mert hoz még szörpöt a poharadba, de kiderült, hogy volt még benne. Volt még, és ugye? Az bele így, de így lassan a billentyűzetbe így belelocsolta. Igen, és nem az ő
játék laptopját önti le, nem az ő mini pénztárgépét önti le, ami 2000 forint volt, hanem beleönti a számítógépbe. Hogy ez valahogy elképesztő, hogy ezt hogy érzik egyébként. Valamiért tudja, hogy ahhoz nem szabad hozzányúlni, az a legdrágább eszköz, jelenleg az a legféltettebb kincs, ahhoz kell oda menni, és azt kell tönkretenni. Hát nálunk ugye a klasszikus 100 Hz-es van a tévénk, aminek nagyon-nagyon örültem, viszonylag sokáig gyűjtöttünk rá, tényleg az egész család, hogy is mondjam, csak legféltettebb kincse volt, és ezt ő megtalálta egy fúrószárral, egy makitával. Hála Istennek, és egy picit sikerült megcsinkítani. Ja, egy a makita. Ez egy... Hát teljesen egyértelmű, hogy makita, hát azt mindenki tudja. Nekem egy ilyen szőrös makákó jut. Mi az, hogy makita? Hát egy fúró? Ütvefúrónak, igen, a fúró szárával. Oda ment hozzá, és jeleztem. Itt azért jogos a kérdés, hogy került a gyerek kezébe, mert amit egy fakanállal üti szét, azok itt egy makita ütvefúró. Én fúrtam bent valamit, nem is tudom mit a szobában. És ott volt, és akkor szépen ő fogta, oda ment a tévéhez, és valami volt benne, valami akkor történt a tévében, aminek ő is valószínűleg a részese szeretett volna lenni, és megpróbált bejutni a tévébe. És hogy pont akkor lát olyat, pont akkor van ingerencia, ez elképesztő, és hogy pont érzi. Nem tudok ide odaérni időben, csak 2 méterre vagyok, de hogyha mondjuk 1,80-ra lettem volna, akkor még pont odaérek, de nem. És ez olyan, 2 méterre voltam. Szinte lassítva látod már magad előtt. Tehát már tudod, hogy oda kéne érned, már tudod, hogy baj lesz, mert már látod ugye a szülői 6. érzék, hogy már úgy fogta meg azt a porrat, hogy már el fogja ejteni, hogy rossz eszköz van a kezébe, de már csak így ugrani tudsz a levegőben, de nem érsz oda. Igen. És hiába kiáltasz, hiába. Semmi. Ne csinálj! Igen, hogy jaj, ne a tévé! Mert nyilván nem azt kiabáltam, hogy ne a virág. Ne a tévé! A makita fúró fel. És belevágt a tévébe? Bele. És egy ilyen, sikerült egy körülbelül egy 2-3 milliméteres kis darabocskát így kipattintania belőle. Na jó, de a többi hely a tolyom. Végül is utána, persze. Jobb alsó sarokban. Na jó, oda ragasztottam egy ilyen smiley-es matricát. Nem fölrakta egy hűtőmágnes pillantragasztóval. Nem, a kínai sztori vége egyébként happy end, mert hogy találtak egy bankot, aki hajlandó volt befogadni az összetépett fecniket, és megajándékozta a párt a megtakarítás értékével megegyező új bankokkal. Na tessék, látod. De egyébként a banknak nem kötelessége, én beviszek egy tépet pénzdarabot, azt kicserélni automatikusan, nem így hát van? A magyar szabályozás szerint, hogyha a felénél nagyobb rész megvan, akkor köteles. Tehát a felénél nagyobb van meg. Vagy a felénél kisebb hiányzik. Az MNB-nél legalábbis. Uh-huh. Hát ki tudja most, mi van ott, nem? Hát, ne, ott rend is vegyem. Gyuri bácsi? Hát Gyuri bácsi rendet is. Gyuri bácsi szétvág mindenki között egy perc alatt. Szóval, hogy nekik becserélték ne. Egyébként. Nézd el a szememben, nem könnyű, főnök. Gyuri bácsi, én nézek a szemé, vagy aki által olyan. Gyuri bácsi, rám, Gyuri bácsi, hozzá. Na jó. Nem kér keveset, Gyuri bácsi. Nálatok mi volt? Számítógép? Ez volt a legdrágább? Igen. Nem, most a fenyőfa volt ilyen nagyon nagy sláger. Mindent le akart róla rángatni. Vannak ilyen anyukámtól örökölt ilyen kis Jézusok, meg nem tudom. Ilyen mesztelen, ilyen angyalkák. Mesztelen wow. Jézus. Te ezt örökölted anyukát. Hát anyám ilyen is. Jó. Meg vannak ilyen családi díszek. Te ezt honnan elhozta a sekrestjéből? Igen, persze. Okay. Igen. De miért vannak nála előtt meglopott egy papot. Anyám ilyen, hát egy igazi hippi. Nem, nálunk úgy van, hogy generációról generációra szállnak a karácsonyi díszek. Aha. Mi is adunk majd a Beninek, ha marad, én is kaptam az anyukámtól, a nagymamám is kapott az anyuk, vagy a nagymamám is adott az anyukának, és ezeket így átadjuk. És a Beni csak azokat szedte le a fáról. Tehát ezt is pontosan tudja, hogy a 30 forintos műanyag, mint az aranygömb egyáltalán nem érdekelte. Amit tőled örököl. amit majd tőlem kap. Hogy ez így egész egyszerűen tényleg döbbenet. Hogy honnan tudják a gyerekek, nem? Valószínűleg érzi a féltést. Vagy hogy te félted? Aha, vagy hogy elmondtad neki, hogy nézd meg, ez milyen szép, és ezt anyutól kaptam. Igen, akkor most megmutatom. Igen, valószínű ez lehet benne. Azt írja egy hallgató, én bele akartam dugni 3 évesen a villát a konnektorba. Anyám nem engedte, úgyhogy furtam magamnak falba csavarhúzóval sajátot. Egyébként tényleg ez is így van, tehát a konnektor az valami olyan misztikum nekik, hogy mi az összesben ilyen dugót ilyen raktunk. Volt a, úgy hívják? Ilyen vakdugót raktunk, de hogy az is, nem tudtuk lebeszélni egy évig a konnektorról. Tehát ez mindenképpen, és az a jó egyébként, hogyha a gyerek aztán megnyomadtam bele egy elemet, és akkor... De miért? Csak így az ízeket. Tudja, hogy mi a különbség a sóska, a pörköknek a 9-os elem között. Hogy megtalálja a gyerek, megtalálja azt a szerszámot, például itt tudom én egy ilyen húsvillát, amire két... Ami pont bent. Igen, és pont két ága van, és pont belemegy. Még véletlenül sem egy olyat viszki, ami, mit tudom én, van 3 vagy 4.
Érted, hogy ne férjen bele? Nem, ő oda viszi azt a villát, ami pont bele fog férni. Igen, ezeket nagyon érzik. Az utolsó törlesztő feladása után a kisfiam a laptop T betűjét kipiszkálta és megrágta. Írja Ildikó. Van olyan gyerek, aki nem tesz tönkre semmit egyébként? Nincs. Az beteg az a gyerek szerintem. Igen? A Benny minden. De hogy így egy perc alatt. De akkor a többi nálatok is ez persze, van? Persze, ugyanez, mindennel. Mindennel, csak most már föltesszük a felső polcra a mértéket. De úgy értem, hogy saját játék, tehát hogy a saját játék a kacat, vagy ennyire durván játszanak velem. Benny minden egy perc alatt. Mint kapott egy pénztárgépet, egy perc van nem csipogott. Semmi. Tehát hang nem jött ki a pénz. Van ilyen vonalkód leolvasó, ezt imádta. Tehát hogy akarta, nézegette. Egy perc után a vonalkód leolvasó már nem, a billentyűk már nem csipogtak, már csak a számológép funkció működik rajta. Mit szólt az tessék? Hát megbüntettek, mert nem volt bekötve. Ugye? Igen, már jött a bírság 100 000-ről, hogy miért nem kötöttem be. Minden. Ha vegyél neki acélsúlyzót, azzal nem tud mit csinálni. Tényleg. Na? Azt mondja, akkor Jani átjön és lehetsz nálam. Ja, igen. Akkor nemrég vittem be egy 1000 forintos, aminek hiányzott az egyik sarka, és 50 forintért cserélték ki. Oh. Nem á. Csak a bankszámlára terhelik, nem lehet KP-ban kifizetni. Röhely 50 forint. Tehát 50 forinttal terhelték meg a bankszámlát. Neked is volt ilyen, Juli? Ez kint beszél. Nagyon nem lehet, hogy akkor ezt így a hiányzó darabot így méretarányosan kiszámolják, hogy mennyi lehet. Ha, és azt lehozik belőle. Az 1000 forintból hiányzik egy darab, ez 60 forint, akkor 940 tudom, forintot utalunk. Mindig felszámolnak kezelési díjat. Tehát, hogy arra, hogy kicserélik. Igen. Ez nem úgy van, hogy beadsz egy 1000-es darabokban, te össze pázlisztad otthon, és utána beadod, és kapsz helyette egy újat. Felszámolnak valamennyi, valahány százalékát annak az összegnek, amennyit te becserélsz. Tehát és akkor én beadok egy 1000-es, visszaadnak 900-at, ők összeragasztják az 1000-est, és keresnek rajta 100-at? Így, ahogy mondod. Ők keresnek azon. Tehát, hogy beviszek pénzt, azon ők keresnek. Igen. Tehát, hogyha rongálódott a pénz, és te beviszed becserélni, akkor ő nem ad az 1000-esért 1000-est, hanem ad érte 950 forintot. És ha megvan mind a két darab, akkor is? Akkor is, tök mindegy. Ha két darabban viszed be, te azzal utána nem tudsz fizetni, még mindig jobban jársz, mint hogy ott kérdezik a falra. Úgyhogy egyébként a mit tesz tönkre a gyerek? Rálam is életedbe. Igen, az mindenképpen igen. De hogy egyébként nem tudom, észrevettétek-e, hogy azon múlik minden, hogy te hogyan reagálod le abban a szituációban, amikor észreveszed, hogy a gyerek már nyúl. Ha csak odalépsz finoman és elkapod a kezét, vagy kiszeded a kezéből, akkor nincsen semmi baj. De ha megfordulsz és rákiabálsz, hogy azt ne! Akkor abban a pillanatban elkezd szaladni és rohan, vagy földhöz vágja. Egyszer nálunk a Milán felnyúlt az asztalra, és levette a piros paprikát. És ahogy fordultam, megláttam, hogy a gyerek már fogja, néz rám, és rohantam utána, és a gyerek végig szaladt nyitott piros paprika és zacskóval. Porforma, igen, az egész lakáson, és beterített mindent. De a nagynénéméknél meg bent hagyták a 3 vagy 4 darab 5 éves gyereket a lakásban, ők a kertben kerti parti volt, kivitték az üdítőket, a salátástálat, az akármit, addig a gyerekek az egész Music Centert rúzsal végigkenték, és utána fogpiszkálóval kellett a gombok közül kiszedegetnie. Igen, ezeket nagyon érzik. Ezeket nagyon érzik, igen. Jött egy megfejtés, ezt hallgass, Juli. Ha a bankjegy több mint fele megvan, és a bank beváltja, akkor két bankjegyet szét lehet vágni három felé, úgy, hogy minden darabja több, mint egy bankjegy fele. Vagyis két darab bankjegyből lehet 3 darabot kapni a bankban, csak szét kell darabolni. Ez mondjuk tutipédia. Teljesen egyértelmű. Ez nem rossz. Nem? Ez nem rossz. Hogy volt, Feri, visszamondod? Két darab bankjegyet. Látom, lefűztél. Hát azonnal. Igen. Egy 9 voltos szokor rádiót dugtam a 220-ba. Sose felejtem el azt a tűzijátékot, amit anyámtól kaptam utána. Írja egy hallgató. A mi kicsi fiunk az Alfa Romeo-nkat csiszolta meg a csiszoló papírral. Ő csak segíteni akart, írja ezt. Ez tipikus, igen. Amikor te mondjuk egy szeget beversz a falba, utána ott hagyod a kalapácsot, és aztán azt látod, hogy a gyerek veri le a vakolatot a falról. Mert apa ezt csinálta az előbb, és akkor ő segít. Igen. Nagyon kemény. Ráadásul ugye ez egy alfának azért viszonylag vékony is. Ugorjunk már, most nem az alfa a lényeg, hanem az alfa, hogy ez egy érték, érte. Azért írta bele. Megtöröd egy vizes szivacsot, és átszakod a kezed. Szerintem egyszer fölparizod egy alfát, az gazdasági totál kár. Igen, nem is merünk kimenni mi esőbe se alfát. Esőben nem is azért, hogy beázik. Isten, mit tudjátok, jó, hát szép meg. De legalább köszöntök egymásnak. Hát most érted. A barátság. Kicsit elfordítod a fejed, mert a motor polírozod, nem a motor. Azért köszöntök, hogy valahova tavasszal, nem fogsz velem jönni. Ja, tényleg, nem olyan rossz kocsi az amúgy. Azért köszöntök egymásnak, mert a kézlenítés azt jelenti, hogy nyugi, arra van autómentő. Na, nyilván, persze. Nyugi, tudom, ha szarul vagy, nem hagylak bajban. Jövök érted. Nem, azért integetek egymást, mert tudják, hogy így, hogy mind a kettőjük autója megy, többet úgyse találkozni. Minden első találkozás az utolsó.
Én 6 évesen a fültisztítót beletettem a fülembe. Majd miután végeztem a takarítással, boldogan rácsaptam. Azóta a bal fülemre hívást nem fogadok. Én a bátyám terepasztalán tologattam apu régi mozdonyát. Tönkre is ment, de azt hiszem már működik valahogy, írja egy hallgató. A lányom tévénézés közben a kezemben lévő Kuba Librémet itta meg félig. Nem vettem észre. Közölte, hogy szúros volt ez a víz, írja nekünk T. Barátnőm fia a zsírúj ülőgarnitúrát pecsételte végig. Nagy volt a boldogság. És a gyerekeknél menő ez a pecsétgyűrű. A Beninek van. Hát ő azt gondoltuk, hát hogy van, de gyémákból meg igen, aranyja. Jó, hát jó, igen, igen, fél kilós pecsétgyűrű a családi címerünkkel, meg... persze. Nem. A gyerekeknél meg a roma autó ne perek. Nem, ilyen műanyag pecsétgyűrű, szerű játék, leveszed és tinta van benne. És visszarakod rá a kupakot, és a gyerek ilyen pecsételni tud. Az óvodában minden gyereknek ez volt, Beni is kért egyet, hát ne tudd meg, hogy hogy néz ki a lakás. Leszedi és mindenhol pecsétel. Már mondtam, hogy levágom az egyik új percét. Ha nem hagyja be. Nincs nektek ilyen, vagy ti nem estetek át ezen a pecsétgyűrű szindrómán, nem? Nem. Kis pecsétünk van, de gyűrűben nincs. Nem, nekem egy krumplim volt otthon, abba szúrtunk új kapálcákat, és hogy eladtuk, hogy ez egy bábú. Azt kaptam karácsony. Nekünk ilyen pecsétgyűrűnk nem volt. De ez játék krumpliból lehet faragni. Lehet, csak idő után fonnyad, öregszik. Na jó, jöttek még SMS-ek, ezekből is szemezgetünk, és jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Hívjuk a nap hallgatóját is, 3:40 lesz pontosan 4 perc múlva. Ez itt a Morning Show. 3:40 van pontosan. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok, jó reggel! Sziasztok, jól van, jól vagytok, jól van, jól van. Jézus. Egy hallgató elküldte, hogy az a míg, amivel Anetka fönn volt, annak a repülési magasságának a teteje 20 000. Tehát, hogy nem lehetett 50 000? De hát, hogy nem, lőtt? Nem értem, hogy a míg... Nem a míg, hanem a míg fönn volt, amíg fenn volt. Míg Anetka fenn volt. Amíg Anetka fenn volt, addig a míg. Addig, amíg fenn volt. Nem, hogy a míg 20 vagy 30. 31. 31-nek a repülési magasságának a teteje a Wikipedia szerint 20 000 méter. Tehát ezt mondta el a Jani is, hogy odáig mentek hajtással. De 30 000-et mondtál, és onnan még állítólag kilőtt. 45-55, de hogy 20 000 a teteje. 30 000 méterig mentek fel állítólag, és akkor ott lekapcsolták a hajtóművet, és onnantól kezdve még valamilyen, mit tudom, az oké, de hogy mentek fel 30 000-ig a 20 000 a repülési magassága a MIG-nek? Még egy 10-es ráküldött az orosz. Én úgy emlékszem, hogy csodálkoztak ők is. Gyerekek, ez ilyen jó bírja. Én csak arra emlékszem, hogy nagyon sok felhúzott szemöldök volt a fotó. Neki rohadtul csodálkozott, igen. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel, szevasztok. Úgy érzem, kipihentétek. Elég rendesen. Kicsit pihentek vagyunk, igen. Jól telt? Nagyon jól, de te nagyon magas labdát adtál ma reggel, azt tudod. Nem írták még a hallgatók? Elég sok hogy... jó poénom volt, mire igen, gondolsz? Igen, vagy azt mondtad, hogy igen. De hogy neked is az vagy, amit megeszel, és hogy csírákat fogsz enni. Ja, tudom, már írták csíra. Persze, hogy én minek eszem csírát, úgyis csíra vagyok. Ezt ezzel páran éltek ezzel a lehetőséggel. De mi, hisztál kicsit a ünnepek alatt? Nem, semennyit. Azt hittem, hogy ez ilyen fogyókúra lesz most ez a csíraevés. Ugyanannyival mentem el, amennyivel visszajöttem. Semmit. Én nem vagyok ilyen nagy zabáló, tehát nekem nem okoz akkora örömet azt, hogy hülyére zabáljam magam, és hogy több peszkedve üljek a kanapér, úgyhogy hány ingerem legyen. Tehát, hogy ez bennem valahogy nem más típusú öröm van. Ez, hogy hülyére zabálom magam, és nem tudok mozogni, ez nekem nem okoz örömet. Ugyanannyival jött vissza, mint amennyivel elment. 1,20 kg a sárgán. Rohadjál meg! Hangsúlyozom, nagyon régóta nem volt gyorshajtásom. Bármit ír a bulvár újság, a műszaki miárt le. Te hisztál, vagy hánytál? Vagy fogytál, vagy hánytál? Nem hánytam, tehát hisztam. Ja? Hisztál, vagy visszanyelted? Itt van már a nap hallgatója. Morning Show! Az bizony! Jó reggel! Hello! Sziasztok! Nem írtad alá, hogy hívnak, hello? Misi vagyok. Misi, hon hallgatsz minket, Misi? Hát most indultam el, épp első pakonyból megyek Ausztria irányába, itt a nulláson autókázok. Beszélsz németül? Tessék? Beszélsz németül? Nem. Activitizek. Jó, ugye arról beszélgettünk, hogy januártól illetve szigorítják. Aktivitáten. Januártól szigorítják azt, hogy mi lehet majd az autóban, a rendőr állítólagosan ellenőrizheti, és ha arra ad okot, hogy ez szúró vágószerszám, vagy valami, amivel mások sérülés lehet okozni, akár el is veheti. Te azt írtad nekünk, 8 cm-nél hosszabb nem lehet a kocsiban, akkor kiszállok. Ezt küldted nekünk, és ezzel te lettél a lap. Hallgatója, gratulálunk! Köszönöm szépen.
Viseled ezt a kitüntető címet, és adunk neked egy szép kis ajándékcsomagot is, jó? Nagyon szépen köszönöm, további szép napot nektek. Köszi, hogy minket hallgass, ciao. Ciao, ciao. Hello, hello. Dolgoztál két ünnep között, beléd hallgattam, vagy botlottam, vagy valonnan jöttem haza, és téged hallottam. Még az ünnepek alatt is. Igen, igen. Hát, van, aki megteheti, pihen. Én meg majd elmegyek Szabira. Elkezdődött előről. Tehát most megint összegyűjtöttem. Jó néhányat, és akkor elkezdem kivenni. Meg át is hoztál? Nem. De most, nem, most kidolgoztad magad, nagyon lelki. Hallottam, tényleg csomó, sokat dolgoztál. És jó volt, ugye? Jó, jó. Mindig jó vagy, Csabi. Remek zenéid is lesznek most? Idén is, kérdezem. De ez nem marad el, Csabi. Helyes. Most viszont nem a legújabbak közül ajánlok egyet, hanem egy olyat, ami a tavaly évvége felé jött be nekem. Aztán ti már valószínűleg korábban is hallottátok, meg megszerettétek. A Monk Helmut nevű német DJ, aki annak idején az Asaf Avidannak ezt a One Day című dalát is remixelte, és azt a verziót ismerte meg a nagyvilág. És az Emma Louise-zal készített egy nagyon jó kis dalt, My Head is a Jungle címmel, és ezt a következő órában szeretném lejátszani, mert én is nagyon megszerettem az elmúlt év végén. Igen, újnak már ez nem az. Azt mondom, hogy nem a legújabbak közül ajánlottam, mondtad, hanem egy jó kis klasszal. Egy német DJ, Monk Helmut, az az eredeti neve, hogy Jakob Dilsner. Meine Liebling, DJ, Jakob. Ő volt, azt hiszem, hogy a Falcon Bro triónak. Jó van, te is pihentél eleget, jó van. Na jó van, Csabi jön a kívánság műsorral, jó. Holnap már van Tibink, vagy holnap még szerintem Tájföldön, ugye? Még mindig. Lehet rácsörgünk, hogy hogy telt a tájföldi nyaralás. Most valamikor a napokban jön haza. Hát most már vagy valami 3 hete kint van. Igen, kiment pihenni. Hát csak voltunk 2-t, igen. Igen, több mint 3 hete kint van. A lényeg, hogy mi jövünk holnap 6 órakor. Szép napot kívánunk mindenkinek, szevasztok! Grüezi, ciao.